Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tárti Kultúrász könyvtárában. A gazdasági válság miatt egyre nehezebben igazodunk el a világban, egyre nehezebben éljük hétköznapjainkat, és a vidék embere sajnos egyre jobban függ az őt körülvevő gazdasági tényezőktől. Pedig a vidék embere régen többnyire a földből, az általa megtermelt javakból igyekezett fenntartani családját. Milyen jövő vár a vidékre, milyen a jövő vidéke, erről hallhatunk most egy érdekfeszítő előadást. Szeretettel köszöntöm körünkben Géczi Gábor fizikust, és engedjék meg, hogy néhány gondolatban bemutassam az ő munkásságát. A Szabolcs-Szatmár megyei Csengeren született, diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szereztem 1989-ben. Az egyetem alatt és utána a Debreceni Atommagkutató Intézet radon csoportjával geofizikai radioaktivitás vizsgálatokat folytatott. Ennek kapcsán kétszer OTDK első díjat is kapott. Kutatása eredményeit számos hazai és külföldi folyóiratban publikálta. 1990-ben akadémiai doktori ösztöndíjat nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem természetföldrajz tanszékére. Itt a természetben előforduló önhasonló alakzatokat, fraktálokat vizsgálta. Ez vezetett arra, hogy felfigyelt bizonyos a természet minden szintjén felbukkanó alapformákra. Legnagyobb megdöbbenésére ezeket az univerzális formákat alapmotívumonként megtalálta az ősi kultúrákat ábrázoló művészetekben és a magyar népművészetben is. Kutatóútjain sorra vizsgálta az úgynevezett magas civilizációkat, és mindenütt azt tapasztalta, hogy a táj és a tájban élő ember harmonikus kapcsolatának megromlása miatt sivatagosodtak el ezek a területek. Mindemellett elvégezte az ELTE számítástechnika szakát, valamint a MAG csoport és a gomba melletti MAG falva alapítója, de erről talán bővebben majd az előadásban fognak hallani. Kérem, fogadják szeretettel Géczi Gábor előadását, önöknek pedig tartalmas, gondolatébresztő perceket kívánok az előadás alatt. Köszönöm szépen, ezt honnan szedted? Találtam volna egy cikket az interneten. Hihetetlen ez az internet, az életveszélyes. Isten hozott mindenkit. A vidékről szeretnék egy pár szót beszélni, már csak azért is, mert ez jelenti az ország jövőjét, és remélem, hogy mire az előadásomnak vége lesz, hogy mindenki számára egyértelművé válik. Az, hogy ma mi van velünk, azt nagyon jól kifejezi egy rendőr vicc, ugye, hogy bemegy a rendőr a rendelőbe, hogy doktor úr segítsen, ami nagyon nagy bajom lehet, mert amikor itt megbököm a halántékomat, akkor itt egy ilyen szúró fájdalmat érzek. De hogyha a szívem tájékát nyomom, ott is ugye ez a szúró fájdalom. És ha itt a térdemet bögdösöm, ott ugyanez van. És akkor mondja neki, nővérke, hozzom már egy csipeszt, szedje ki a szálkát a biztos úr kezéből. Tehát ugyanaz a baj mindennel. Ez keseríti meg az életünket, és ez a baj, ez tulajdonképpen az élethez való viszonyunk. Tehát ahogy ma az élethez viszonyulunk, úgy viszonyul hozzánk az élet. És ahogy ma az élethez viszonyulunk, azt a hibás tudások alapján állítjuk össze, a hibás tudásokat pedig hál' Istennek a kötelező oktatás oltja belénk. Most az előadásnak az első felébe elmesélek egy-két ilyen hibás tudást, azt majd mindenki összerakja magába a többit, jó? De látványosan ugyanarról van szó. Na, ugye mindenki beszélt már itt egészséges életmódról, meg amit eszel, azzal leszel, stb., de nem foglalkozunk az outputtal, ugye? Hogy mi történik azzal? Nézzük meg, hogy régen mi történt. Volt egy ilyen projektum erre a célra. Úgy nézett ki, hogy volt egy trónszék, alatta egy gödör, kb. 5000 forint értékű alkatrészből összerakható ez a bonyolult szerkezet, és amíg a gravitáció működik, ez a szerkezet működött, ugye? És tökéletesen elvégezte a feladatát. A feladata mi egy ilyen objektumnak? Az, hogy az emberi ürülék visszakerüljen a körforgásba. Visszakerüljen a körforgásba. Na most ez évezredeken keresztül működött, tökéletesen elvégezte a feladatát, még egyszer hangsúlyozom, 5000 forintból. Mi volt a baj ezzel az objektummal? Túl olcsó. Hideg. Túl olcsó. Hideg. Ennek van egy lakásba vihető változata, erről majd szívesen beszélek, de az az igazság, hogy kicsit el vagyunk puhulva. Tehát az a helyzet, hogy
Nem ez volt a fő baj vele. A fő baj az egyetlen egy volt vele, hogy ezzel nem lehet élősködni. Tehát tulajdonképpen itt a deszkát gyakorlatilag mindenki, vagy szinte mindenki meg tudta magának csinálni, és semmi más nem kellett hozzá. Tehát nem kellettek hozzá szivattyúk, rugattyúk, húzattyúk, zenélő, WC, ülőke, meg egyebek. Meg nem kellett utána adózni, fizetni. Tehát gondoljuk el, hogy ma mit csinálunk. Ma van egy sokkal bonyolultabb berendezés, ugye Water Cleaning a beceneve, és ha belegondolunk, egy ilyen objektummal felszerelt fürdőszobának mondjuk olyan 500 ezer forint alsó hangon az előállítása, de nem ez a nagy baj, hanem az, hogy az üzemeléséhez egyfolytában pénz szükséges, ugyanis ez nem megoldja ezt a problémát, hanem valaki másnak oda nyomja az orra alá. Na most körülbelül látszik már, hogy mi a probléma. Tehát az a probléma, hogy amit régen tök egyszerűen megcsináltunk, azt ma nagyon elbonyolítjuk, és amit régen megoldott ez a dolog, ezt ma nem oldja meg. Ugyanis ez valakinek az orra alá majd oda fog folyni, és ott nem tudnak vele mit csinálni. Tehát aki már járt egy ilyen szennyvíztisztító telepen, ott egyetlen egy dolgot próbálnak ezzel csinálni, próbálják levegőz juttatni, és ezért ilyen nagy lapátokkal keverik a szart. Tehát aki már volt ilyen helyen, tudja, hogy nincs megoldva, utána megpróbálják leüllepíteni, stb., de gyakorlatilag kiutatják az élővizekbe, ezáltal tönkre mennek az élővizeik. Nincs megoldva. Ellenben fizetni kell a csatornázásért, a WC kagylóért, a WC ülőkért, a lehúzóért, a tartályért, stb. Múltkor megdöbbentem, kellett vegyek egy ilyen falra szerelhető WC kefetartót, 15 ezer forint volt. És így végigfutott bennem, hogy normális vagy? 15 ezer forint, 50 forint jelenleg egy kiló búza. Szóval körülbelül ez a problémának a látszó része, de ez csak jéghegy csúcsa, a probléma sokkal komolyabb ennél. Ugyanis képzeljük el a következőt. Nagyon sokáig gyűjtöttem a Kárpát-medencébe, jelenleg is gyűjtök népi gyógyászatot, és a népi gyógyászatban, amikor az ember megkérdi ezeket az öreg, füves embereket, hát van, mint van, stb., mindegyik elmondja, hogy tulajdonképpen neki könnyű dolga van, mert mielőtt bemenne egy faluba, már tudja, hogy mi a faluba a betegség. Azért tudja, mert a falu határában megjelenik a gyógynövény, ami arra a betegségre hatásos. Miért jelenik meg? Azért, mert ez a Földnek az immunrendszere. A Föld kutya kötelessége, hogy ellásson engem, hiszen egy sejtje vagyok. Amíg egészséges sejtje vagyok, és a dolgomat csinálom, addig kötelessége megvédenie, táplálnia, egészségbe tartania, ha kell, elrejtenie. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és amikor, hogy működik ez az immunrendszer? Megjelenik a gyógynövény, azt lelegeli a tején, megjelenik a tejébe. Lecsipegeti a tyúk, megjelenik a húsába. Egész addig, amíg én onnan táplálkozom, ahol vagyok. Abban a pillanatban, hogyha én eltaszítom magamtól a földanyának ezt a gondoskodását, onnantól kezdve oldjam meg magam a problémát. És ez itt a nagy baj, hogy a földanya az honnan tudja, hogy mi bajom van. Honnan tudja, hogy mi a betegségem. Honnan tudták a gyógyítók mondjuk a középkorban, hogy analizálták a betegségeket. Nem volt CT, nem volt MRI, nem voltak laborok. Pontosan onnan, hogy oda székelek és oda vizelek a földbe. És ebből a föld már tudja, hogy mi a bajom, és helyre is állítja az egészségemet. Na most, ha ezt kikapcsolom, akkor jelenik meg tömegesen a betegség egy faluban. És majd nézzenek utána, amit mondok, biztos, hogy itt a környéken körülbelül lehet tudni, hogy mit, mikor csatornáztak, meg mikor szoktak be az emberek a budiról, vagy a budiról mikor szoktak be a benti WC-re, és ezzel el is indultak a betegségek. Tipikus hibás tudás, azt mondják, hogy ez egészségtelen, ez ilyen, olyan, amolyan, hadd mondjam el, ennek az ellenkezője igaz. Ugyanis ebbe egy komposztálási folyamat jön létre. Ez azt jelenti, hogy ilyen 60-70 fokos érés következik be, mint amikor egy trágyadom egész télen gőzöl, ugye, és a belsejében lebomlik minden, ami nem ide való. Ellenben itt nagyon jól tudjuk, ma már komoly kutatások vannak erre, hogy amiket az ember mindenféle szteroidokat, antibiotikumokat, fogamzásgátlókat beszed és kivizel, azt másik ember megissza.
És ennek a következménye például az, hogy Amerikában több mint 50%-a a lakosságnak nemzésképtelen, illetve fogamzásképtelen. Na most, ez egy tipikus tudás, és ráadásul látjuk a tipikus tudásnak az árát, ez akárhogy is nézem, ez egy százszoros szorzó, és körülbelül mindenne ez a helyzet. Mindenne ez a helyzet. Mondok még egy ilyen tipikus hibás tudást. Ugye, mióta vannak vérnyomás problémák? Ez egy fontos kérdés. Mióta vannak vérnyomás problémák? Mióta mérik. Így van, amióta mérik, pontosan. Pontosan, amióta vérnyomás mérők vannak, azóta vannak vérnyomás problémák. A vérnyomás megemelése az egy teljesen természetes védekezés az emberi szervezetnek. Mi ellen? Az ellen, hogy tele vagyunk mű élelmiszerekkel. És ebben nem az a durva, hogy mű. A mű az csak annyit jelentene, hogy nem táplálja a szervezetet. Ugye, és ami nem szerves, azt nem tudja a szervezet felvenni. Tehát ezen rögök néha, hogy itt reklámozzák ezt a multivitamin A-tól Z-ig, meg a többiek, az ember úgy pakolja ki A-tól Z-ig, ahogy megeszi, ugye? Csak közben 10 000 forintot kiszartam a vécét. Például nézzük meg, hogy mi támaszta ezt alá, mit adtak a várandós asszonyoknak vashiányra. Ugye a várandós asszonyok nagyon nagy mennyiségű vasat tolnak bele a gyermek szervezetébe, ezt valahonnan pótolni kell, mivel pótolták? Szöges alma. Mindenütt szöges alma. És miért nem egy marékrozsdás úszöget kapott az anyuka, hogy nyaljad lelkem? Azért egyszerűen, mert kell hozzá az almában levő gyümölcssavak, szépen beépítették, élővé tették, szervessé tették, ugyanis a szervezet csak szerves anyagokat vesz föl. Na akkor gondoljuk végig az életünket, hogy mennyit költünk mindenféle ilyen C-vitaminokra, egyebekre, amit gyakorlatilag úgy rakunk ki, vagy itt végzi. Mert nem tudja a szervezet beemelni, nem tudja magáévá tenni. Na most az a helyzet, hogy ez van a mindenféle ilyen mesterséges élelmiszerre. Például a legdurvább ebből a szívbarát margarinoknak az esete. Most erről annyit kell tudni, hogy ezeket kőolaj származékokkal teszik szívbaráttá. Tehát egyszerűen kőolajból szintetizálnak mindenféle ilyen félolajokat, meg zsírokat, meg egyebeket, és azt még annak idején, 1000 évvel ezelőtt tanultuk, hogy a szervezet csak a balra forgató zsírokat tudja földolgozni. Igen ám, de amikor az ember szintetizál, ugye itt van a doktor, az majd megró, hogy miket mondok, amikor az ember szintetizál, akkor balra meg jobbra forgató savakat, vagy zsírokat is csinál, és az egyik felét egyszerűen nem tudja felismerni és kitenni a szervezet. Ez marad a vérünkbe, és szépen besűrítője a vérünket. Ugye vészreakcióként az agy szól a pumpának, hogy Józsi, tegyél rá egy lapáttal, mert ez így nem fog menni, ugye megemelkedik a vérnyomás. Na akkor jön a doktor úr, és mondja, hogy hál' Isten, megvan a probléma oka, magának Mari néni magas vérnyomása van. És Mari néni megkapja az első halálos mérgét, ami egy vérnyomás csökkentő gyógyszer lesz. Most ez a vérnyomás csökkentő gyógyszer hatására beáll gyári értékre a vérnyomása, csak egy baj van, ez a gyári érték azért megint megérne egy misét, mert 20-30 évvel ezelőtt még az orvosi könyvekben a következő adat szerepel, a vérnyomás az úgy néz ki, egy embernek a normális vérnyomása 100 plusz ahány éves vagy. 20 év alatt érdekes módon kikoptak a tankönyvekből ilyenek, hát a tankönyveket nyilván, hogy a gyógyszergyárak szponzorálják mindent. Na elég az hozzá, hogy megkapta Mari néni, beállították gyári értékre 120/80, csak egy baj van, hogy elkezdenek kirakódni, ugye lelassul a folyó, kirakja a hordalékot, elkezdenek a vérébe kirakódni a különböző hordalékanyagok, úgyhogy Mari néni megkapja a második gyógyszerét, mert hál' Isten koleszterint is tudunk már mérni. Második gyógyszere az a koleszterin csökkentő lesz. Ami viszont egy nagyon erős higító anyag, ugye? Tehát Mari néni megkapja a harmadik halálos gyógyszerét, ami egy vizelethajtó lesz. Egy vízhajtó lesz, pardon. És így szépen, amíg Mari néni végre eljuthat a makkosba, addig lehúznak róla 5-6 bőrt, és ami normális esetben egy pillanat alatt a szervezet visszaállította volna, egyre inkább elpiszkáljuk a szervezetet.
És ez mindennel így van. Ez a borzalmas. És megint mi a helyzet? Egyébként mi lenne a megoldás, ha már itt tartunk? Tehát ez mondjuk, mennyibe kerülhet egy adag gyógyszere havonta Mari néninek? Tippeljük meg. Nincs köztünk Mari néni, aki szeregeti ezeket a dolgokat? Hm? 25 ezer forint, jó. Megyünk Fulcsó Jánosok. 25 ezer forint. Körülbelül ennyit költ egyébként az élelmiszerre Mari néni, ezt vegyük figyelembe. Tehát 25 ezer forintot költ a mérgére. Mi lenne a megoldás? Nagyon egyszerű. Az egész népi gyógyászat az a józan paraszti észre épít. Ezért életveszélyes a mai korban. Tehát mi történik egy kávéfőzővel, hogyha eldugul? Erekkel nagyjából ugye ez a játék játszódik le. Mi történik vele? Mossuk. Mit csinálunk? Mossuk. Kiecetezzük. Na most ugyanez a megoldás. Mi a baj? Az ecetnek az ára mondjuk legyen ökobio enviro, jó? Mondjuk 250 forintba kerül egy liter. Megint ugyanazt a szorzót látjuk. Csak ezzel megoldódik a probléma. Tehát akinek magas vérnyomása van, az tegye meg a következőt, vesz egy kancsót, belerak egy kis almaecetet, belerak egy kis mézet, hogy ne bántsa a gyomrát, és szépen, mint egy limonádét, issza. Napi 2-3 liter, mármint, hogy nem töményben, hanem higítva, és egy pillanat alatt rendben. Ez van, ugye, az ecetsav az a legegyszerűbb zsírsav, tehát a zsírlerakódásokat ezzel lehet kioldani. Mivel oldjuk ki az ásványi kirakódásokat? Egyébként vigyázni kell, mert az ecetnek is van mellékhatása. Mi a mellékhatása? A reumát megszünteti. Ugyanis a reuma az az, hogy ilyen kis kristályok lukadja az ízületekbe, és ezt is ki fogja oldani. Mézkristályokat is feloldja. Tehát vigyázni kell a használatával. De hadd mondjam el, hogy még egyet kéne inni. Egyébként ez megvolt. Mi gondoljunk már arra, hogy nehéz élelmet eszünk, azonnal mit veszünk mellé? Jó, mit tudod, hogy pacalt, vagy pörköltet, nokedlivel, mit teszünk mellé? Ez a pillanat itt körülbelül olyan, mint amikor kérdeztem, hogy és mit viszünk a betegekhez? Próbáltam rávenni az embereket, mit viszünk beteg ágyhoz? Banánt. Na mondom. Tehát savanyúságot, így van. Tehát automatikusan az ember, ha nem foglalkoznánk állandóan a hibás tudással, tehát a koleszterinmentes, meg az ilyenmentes, meg a szívbarát, meg az örökké élnénk, ezt higgyük el. Annyi ideig élnénk, mint a saját buta paraszt nagyszüleink. 90 éves korba fogták, azt egyszer elaludtak. Még itt elkezdünk. Tehát nézzük meg, ez is döbbenetes, egy állatnak körülbelül így néz ki az élettartama, élet görbéje. De azt jelenti, hogy egy kutyát egy évesen, meg 10 évesen alig bírunk megkülönböztetni. Tehát van egy fejlődési szakasz, neki áll stagnálni, és gyakorlatilag a végén van egy leszálló szakasz, de egy éves, meg egy 10 éves kutyának gyakorlatilag csak a foga alapján állapítjuk meg a korát. Most az ember az így néz ki, hogy eléri a 18 éves kort, és elkezd zuhanni. És ez pont a hibás tudások miatt van így. És ezeket kell kirakni végre magunkból. Még egy nagyon jó oldószer van, ha már belefogtam ebbe a témába, az meg az ásványi anyagokat oldja föl, ez mindenféle kovászolással előállított, tehát például savanyú káposzta, kovászos uborka. Nézzük meg, ösztönösen csinálták ezt, tehát az öregek állandóan savanyú káposzta levet ittak. Éltek is egészségben normálisan. Tehát, vagy gondoljuk a cibere levesekre, ugye nyáron mit tettek az emberek, amikor kaszáltak, nagy párolgás volt, rakódtak le a méreganyagok, fogták, és egyfolytában savanyított leveseket ettek. Ugye? Ma mit csinál a természetgyógyász? Lugosít. Vegyük észre, ez ugyanaz a műbalhé, mint a maszok kontra Fidesz. Elmegy a rossz király, majd jön a jó király. Majd meg fogjuk látni, hogy az se jó király, mert fölötte van. Az igazság, hogy mindig fölötte van egy ilyen szembefeszülésnek. Tehát a természetgyógyász kontra hagyományos orvoslás, ez is egy műbalhé, mert ki evett már lugos káposztát? Hadd kérdezzem már meg. A lugosítás, egyébként csak ennyi esze lenne ezeknek a természetgyógyászoknak, hogy minden élő rendszer az egyensúlyra törekszik. Ez a életnek a lényege. Tehát ha elkezdek lugosítani, akkor mi fog történni a szervezetben? Felel egy savasításra, persze. Tehát ilyen egyszerű az élet, csak nem szabad túl bonyolítani. Na, tehát elég az hozzá, hogy
mindenben körülbelül ezt a hibás tudásokat találjuk meg. És ezek a hibás tudások, ezek, nézzük meg ezeket a szorzókat. Iszonyú pénzkidobások, iszonyú energiakidobások, és gyakorlatilag az ember élete, ami normális esetben a teremtéssel, tehát normális esetben teremtenünk kéne. A teremtést kéne tanuljuk, és ehelyett ilyen biorobotokká válunk. És mondjuk a, mit tudom én, Suzuki-ba a szallag mellett állunk. De ugye ezt csinálja egy értelmiség is. Fogja, beírja az osztálynaplót, vakarózik kettőt, letelik, csenget meg, kimegy, bemegy, biorobot. Na most amiatt lettünk biorobotok, hogy elfogadtuk a hibás tudásokat, illetve elfogadtuk azt, hogy a szakember az mindent jobban tud. De ezt ma már annyira, hogy lassan már a gyerekeinket is szakemberek csinálják. És ezt kéne azonnal megszüntetni, mert ettől van az, hogy hadd mondjak el egy nagyon kedves példám, pár évvel ezelőtt volt egy antropozófus konferencia, tehát ilyen természeti népeket kutató tudósok összegyűltek, és hát arról ment a vita, hogy mennyit dolgozik egy természeti nép. Tehát mennyi idő kell egy természeti nép tagjának ahhoz, hogy előkerítse az élelmiszerét, ivóvizét, a hajlékát, ruházatát. És akkor döbbentem meg, amikor elhangzott a következő adat, Kalahári sivatag. Ez a világ leglehetetlenebb lakóhelye. Nincs víz, nincs élelem, alig van élet, stb. Kalahári sivatagban élnek a busfalok. Mit gondolunk, mennyi idő telik el nekik? Hát mi ugye ilyen 8-10 órákat dolgozunk, ha az otthoni munkát nem számoljuk munkának. Tehát mi 8-10 órát dolgozunk. Mennyit dolgozhat egy busman? Kettő. Hát ez a durva. Igen, másfél-két órát dolgozik. Na most ez pontosan ennek köszönhető. És a hibás tudásoknak. És ezt végig lehetne, tehát ugye nekem már van két felnőtt gyerekem, most született egy gyermekem, 8 hónapos, 9. És hát ugye nekiálltam úgy, mint a két előző gyereknél, babakád, ilyenizé, stb. Jó, ez belekerült X összegbe. És ebből az ég adta világon semmit nem használtuk. A gyerek otthon született, tehát megúsztuk a százast, ami a Doki bácsinak ment volna. Ugye fürdőkád helyett ugye mondták, hogy ne fürösszük még, amíg le nem szárad a köldökcsontja, stb. Hát azonnal persze ott a kádba velem fürdött, ahogy az hivatalos. Nem kellett gyerekágy, meg köztünk aludt, tehát teljesen természetes módon egy gyereknek a költsége 0 forint. Így, ahogy mondom, azt teszi, amit mi eszünk, nagyon távol tartjuk a bébi ételektől, nem kapta meg az oltásait, emiatt tökéletes egészséges ez a gyermek. Na most, ha nem változtatunk a hibás tudásokon, tehát például, ahogy ma szülnek a nők, elmesélem, hogy régen hogy szültek, és próbáljuk meg összehasonlítani a dolgokat. Először is az utolsó pillanatig hajtották a nőket. Tehát nem volt ilyen, hogy büfisztetés, meg tehát menjél külön, hogy mi is veszélyeztetett terhes vagy, egész nap feküdjél. Hát még nincs is áldott állapotban, de már veszélyeztetett terhes. Hát ez egy őrület. És az a lényeg, hogy nem. Nagyon fontos a nőnek, hogy mozogjon, táguljon, csinálja a dolgát, az utolsó pillanatig hajtották. Hát hány ilyet hallottunk, hogy ugye ott a föld szélén szülte meg a gyermekét kapálás közben, igaz? De utána coki volt. 6 hétig a vizét nem vihette ki, a fürdő vizét nem vihette ki a lavorra. Annyira kibérték. Ma pont fordítva van. Tehát berakják egy ilyen izébe, szerencsétlen eltunnyad, mindene összeízesül, így jár már szerencsétlen, mert a mozgás maga az élet. Kivonták az életből. Viszont utána, amikor megszül, akkor a cekkereket viszi haza, ugye? Meg a gyereket a hóna alatt viszi haza. És otthon nem lehet kimélni, hiszen ma már nincs nagy család. Régen azért a komaasszonyok, az anyós, az anya, stb. Mindenki ott lebzselt körülötte, és azért gondoljuk már, ha egy olyan kultúrában minden kézre szükség volt. 6 hétig kivonnak valakit a forgalomból, a munkából, annak oka van, méghozzá súlyos oka van. Úgyhogy
Hát lehetne még sorolni. Tehát az, amit csinálnak, ugye, hogy a régen a nők vagy Google-ba, vagy négykézláb szültek. Pontosan azért, mert a gravitáció így segített rá. Föl van tolva a fenekük a mennybe, hogy a főorvos be tudjon kukkantani, ugye, és így szülnek szerencsétlen nők. És ráadásul úgy szülnek, hogy nem akkor, amikor ők akarnak, hanem beindítják a szülést, ugye, mert most ebédel a doktor úr. Mindennel ez van. A létező legrosszabb pozícióba juttatják. Arról nem beszélve, hogy hál' Istennek egyre kevesebb helyen csinálják, hogy elveszik a gyereket szülés után. Ez maga a tragédia. Tehát aki csinál ilyen szülés, tehát van ilyen, hogy is mondjam, regressziónak nevezik, egy olyan valami, amikor újra éli az ember az űrösebb pillanatait, és ezáltal megtisztul ezektől az emléksúlyoktól. Regresszióban nagyon sokat találkozik az ember, hogy már a születésnél megsérül ez a másik ember. Már a születésnél, és egész életében hordozza a születése körüli dolgokat. Például az, hogy elveszik az anyjától. És azt nem tudom, mennyire ismerik, de ugye van az imprinting jelentsége, ez a bevésődés. Tehát mit tudom én, ha az ember költ kacsa tojásokat, akkor ez a kacsa kijön a tojásból, meglátja ezt a nagy barmot, te vagy az anyám, és akkor ott totyog. Tehát aki már keltetett egy kacsát, az tudja, hogy le se lehet vakarni őket, még csordába totyognak utána. Most az embereknél máshogy van. Tehát az embereknél ez a bevésődés az anyába történik meg, nem a gyerekbe. És ha ilyenkor elveszik az anyától a gyereket, azt úgy éli meg az anya, hogy pszichésen összeomlik. Na most ez az a, hogy hívják ezt? Így van, szülés utáni depresszió. A nevünk mindenre van, hál' Istennek, minden kárra, amit csinálsz, úgyhogy túl nagy van. Tehát ilyen egyszerű kis dolgokkal, hogy hagynák az anyákat békén a francba, hogy hadd szüljék meg a gyereküket. Ezt ma nem lehet. Oda jön a hatalom, nem tudom, mi köze van hozzá, de oda jön a hatalom, és azt mondja, hogy csak itt szülj el. De ugye ez van az oltással. Hát ma már nagyon komoly orvosi kutató expedíciók járnak a mormonoknál, hogy miért nincs náluk allergia, miért nincs náluk autizmus, stb. Megmondom, miért nem, mert nem oltatnak. Ilyen egyszerű a válasz. Az oltás nagyon súlyosan károsítja az embereket. Nagyon súlyosan. Gondoljunk csak arra, hogy tulajdonképpen minden azt a célt szolgálja körülöttünk, hogy a vérünket védje. Tehát ugye itt van az auránk, itt van a bőrszövet, alatta vannak a mindenféle kötőszövetek, stb. És mind-mind az ereinket védi és a vérünket védi. Hogy nehogy külső behatás érje. Ha komoly külső behatás éri a vérünket, azt úgy hívjuk, hogy vérmérgezés és beleszokás halni. Na most gondoljuk el, jönnek egy injekciós tűvel, mindent átböknek, és egyenesen belefecskendeznek a vérünkbe valamit, amiről még ők se tudják, hogy micsoda. Ugye? És erre baromira büszkék. És akkor mutogatják, hogy jaj, hát megszűnt a mit tudom én milyen betegség, fertőző betegség meg. Ezért meg kell nézni egyszer azokat a görbéket. Hát pontosan akkor jelenik meg, mindegyiknek van egy ilyen exponenciális lefutása az összes járványnak. Érdekes módon mindig itt jelenik meg az oltás, véletlenül. Tehát semmi köze nincs az égvilágon az oltásnak ahhoz, hogy egy betegség az megszűnte vagy sem. Ez megint egy hibás tudás, és tele vagyunk hibás tudásokkal, és mérgezik az életünket. De nézzük meg, egy gyereknek miről kéne szóljon az élete? A játékról. A játékról. Nézzük meg egy állatkölyköt, ugye? Egy mindenki látott már egy önfeledten játszó kis kutyát, vagy macskát, vagy bármit, és boldog, és vidám, és játszik, és mozog, és stb. Pedig az életéről van szó. Azt a tudást gyűjti össze, ami arra szolgál, hogy életbe maradjon. Ugye? És mi mit csinálunk a gyerekeinkkel? Bekényszerítjük őket 6 éves korig el se szabadna hagyja az anyját, egy órára se a gyerek. 6 évesen bekényszerítjük őket az iskolapadba, és majd 30 évesen visszaad az iskola egy ilyen zombit. Visszaad egy zombit, aki már impotens, aki még az életbe egy szöget nem vert be, a lányok még az életbe semmit nem főztek, de már van 2 diplomája. És mit tud vele csinálni? Elmondom, mit tud.
hogy hívják ezt? Túlképzett munkanélkül lesz belőle, vagy hogy szokták ezt mondani? Így. Na, hát ennek van értelme, ugye? És ezt miért csináljuk? Hát lehet vele dicsekedni, hogy hát az én gyerekem az a mit tudom én hova jár. Azzal is el fog dicsekedni, hogy utána meg a diliházba fog járni. Meg azzal is, hogy nem. Ezt most mondom, hogy amelyik falu egyetemre adja a gyerekét, az búcsúzza el tőle. Az tartson valami szép búcsú ünnepséget neki, mert az már soha nem fog visszajönni. És ezek lehet, hogy durva dolgok, amiket mondom, de majd ha elgondolkoznak rajta, meglátják, hogy igazam van. Tehát itt, ami a fő baj, az a hibás tudásokkal van. Ezt a hibás tudást, ezt nagyüzemileg Mária Terézia idejében kezdték el terjeszteni. Ez volt ugye a Ratio Educationis című törvény a kötelező oktatásról. Ott kezdték el. Ott kezdtek el ilyen gyerekgyárakat csinálni. A gyerekek nagyon sokáig a természetes környezetükben játszva tanultak meg mindent. És senkinek nem tűnik föl, hogy ezt a szerencsétlen latin ABC-t egy év, amíg beleverik a kölökbe, igaz? Egy év. És még akkor is azért kever meg kavar. És miért van az, hogy a rovás ABC-t egy délután megtanulja? Miért van ez? Mert az egyiket kínlódva kötelezően tanulja, a másik meg egy játék, ezzel fog majd titkos írni a haverjával. Körülbelül ugyanez a hatásfok különbség van a kettő között, ezerszeres. És mindennel ez van. És én azt mondom, hogy ha azt akarjuk, hogy ez a vidék feltámadjon valaha, először is ma nincs vidék. A vidéknek itt elhangzott a jellemzője, az önellátás, tehát hogy magát ellátja, a földből él. Ma senki nem él gyakorlatilag a földből. Aki azt mondja, hogy de nekem van 1000 hektárom és egy John Deere-om, az hadd mondjam el, hogy az a kőolajból él, nem a földből. Földből gyakorlatilag ma ember nem él az országban, nagyon elvétve. Ugyanabból a Tesco-ból veszik ugyanazt az ipari hulladékot, amit a világ bármely táján megehet. Ugyanaz a marokkói paprika, ugyanaz az algériai paradicsom, ugye? Amit eszel, azzá leszel. Tényleg így van. Az ember normális esetben azt ehetné, ami egy napi járóföldre van tőle. Ott termett. És ez azért fontos, mert ebből a porból vétettük. Tehát a tátiak ebből a tátos porból vétettek itt a környékből. Nem szabadna mást ennünk. És ezekre megvan a lehetőség, mint hogy régen is megvolt. Erre szolgáltak a piacok. Nem véletlen, hogy ezt tiltották ki először. Először pontosan a piacrendszert tették tönkre. Miért? Hát pontosan azért, hogy be tudjanak lépni a láncba. Ez messzebb vissza az egész, mert ha megnézi az ember ilyen szemmel, ugye, hogy muszáj, hogy megjelenje az élősködő. Ugye az élősködő választotta le ezeket a dolgokat. Tehát az elavult, akkor az almaecet az elavult, stb. Na most nem itt lépett be az élősködő, sokkal régen, mert Trianon pontosan ennek a következménye. Van egy tökéletes önellátó földrajzi egység, mindenben önellátó, a víztől az aranyon át, a fáig, az eszmék, ugye, az eszmék jönnek itt, hogy mi a kereszténységet, mit tudom én, melyik hottent ott a szerzetes hozta be, meg Gellért püspök, aztán minden honfogláskori sírban ott van a mellkereszt, mint sír melléklet. Ugye? Meg a kereszt szavunk az a szláv krisztből származik, ugye? És előadják nekünk. És olyan gyönyörű, a világ legősibb jelképe, ez az úgynevezett köroszt. Találtak egy lapos követ és belekarcolták ezt a jelet, de már ilyen 30 ezer, meg 50 ezer évvel ezelőtt, és ennek egyetlen jelentése van, mint ahogy a kereszténységnek is, hogy légy középen. Te legyél a közép. És akkor jönnek, hogy hát ezt import, mindent valahonnan loptunk, vegyük észre. Tehát amit itt előadnak például, ez a köroszt, ez nem csak erre érvényes, tehát a nyelvünk az ugye azt állítják, hogy össze-vissza loptunk. És én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, hát ugye fizikusként érdekel, hogy működik a világ, és arra kondicionáltak sok-sok éven keresztül, hogy vegyem észre a logikai bukfenceket egy rendszerben. És akkor ugye a piroska néven gondolkodtam el. És akkor ugye ott vagy, hogy a magyar nyelv az úgy működik, hogy van egy szó gyök, egy törzs, és arról rügyezik, ragozik, bokrozódik minden, és arról tovább, stb. És akkor piroska, és akkor pároló, pörköl, pirkad, látszik, hogy a PR gyök,
az valami forrósággal kapcsolatos. Parázslik, stb. Tehát lehetne még 50 ilyen szót találni, de látszik, hogy ez a gyöke, és erről ágasztak el ezek a szavak. Tehát ez egy nagyon ősi gyök, és erről elágasztak szavak. És akkor megnézi az ember egy ilyen etimológiai szótárba, az egyik a szláv jövevény szó, a másik az török, a harmadik az német, a negyedik az latin, és az ember elkezd vakarozni, te ezt komolyan gondolod? Ez nem lehet, ez egy logikai képtelenség, hogy összedobálok szavakat, vagy összelopkodok szavakat mindenféle környékbeli néptől, és véletlenül összeáll egy élő rendszerré. Ez körülbelül olyan, mint amikor elkezdek ilyen izéket, szerveket dobálni, egy tüdő, egy vese, egy stb., és ott a sarokban összeáll belőle gipszjakap. Körülbelül annyi a valószínűsége. És ezért kezdtem el a nyelvvel foglalkozni, és onnantól már nagyon tudatosan, és hihetetlen a magyar nyelv. Most nem akarok belemenni, mert ez önmagában megér egy misét, de csak az, hogy volt egy esemény, ami nálam nagyon kiverte a biztosítékot, Kossuth Rádióban, ilyen félálomban hallom, hogy jó reggelt kívánok, Kossuth Rádió, mit tudom én, hanyadik a Jolán napja. Jolán ősi görög eredetű nevünk, jelentése jó lány. És akkor azt hittem, hogy ez már akkora akadémikus baromság, hogy nem lehet überelni, de lehetett. Fél évvel ezelőtt egy újabb esemény volt, ami megszaggatta a nyugalmamat. Jó reggelt kívánok, Kossuth Rádió, akár hajadik a Szilárd napja. Szilárd, majd nézzenek utána annak, amit mondok. Szilárd, ősi görög eredetű nevünk, jelentése álékony Szilárd. Na mondom, jó van, akkor itt most feladtam a dolgokat. És sajnos mi meg mindent pontosan kötelező oktatás miatt. Ugye mit tanít a kötelező oktatás? Összelopkodtuk a nyelvünket, 1000 éves a történelmünk, 1000 évvel ezelőtt a besenyők rugdostak be minket a Kárpát-medencébe is, és egyszerűen nevetséges. Utána 3 évvel PP vertük Európát, ugye? Az a szerencsétlen berugdosott letette a izét, a sebesültjeit, meg a halottait elásta, és utána PP verte Európát. Szóval annyira logikátlan és annyira hülye ez az egész, hogy ez tényleg csak az akadémikusok hiszik el, mert őket ezért fizetik, és ezt egyre inkább így látom. És sajnos én nagyon sokat gondolkoztam Széchenyin. Tehát itt volt egy ember, tényleg egy hihetetlen tehetséges ember volt, és iszonyú károkat csinált a magyarságnak. Úgyhogy nem véletlenül dicsőítjük őt, nézzük meg, miket csinált. Először is szabályozta a folyókat. Ennek a folyószabályozásnak a következménye az, ami ma van a Kárpát-medence belsejében, hogy gyakorlatilag félsivatag. De ennek a következménye az, hogy az árvizek ellen nem győzünk gátakat magasítani. Megcsinálta a föld alapú hitelt, ezzel gyakorlatilag elnyomorította a parasztságot. A Dunát volt egy nagyon fontos védelme a Kárpát-medencének, ez a vaskapu. És ez egy, nem akarok belemenni a vízügyi dolgokba, de ez úgy kötötte össze a Dunát, vagyis a tengert a Kárpát-medencével, hogy volt egy szűkület, volt egy szűrő, de mégis átjárható volt. Tehát például a vizákról biztos hallottunk már, ezek ilyen bazi nagy halak voltak, és ugye följártak ide ívni. És ugye az ivadékok meg aztán szépen visszahúztak. Na most ezt is tönkretette. Nagyon sok mindent tönkretette. Ja, és hát legszebb, megcsinálta a Magyar Tudományos Akadémiát. Egyszer érdemes elolvasni Arany János versét a Magyar Tudományos Akadémiáról. Döbbenetes. Nagyon látta előre már a dolgokat. És ugye ez az ember élete végén azért csak rájött, hogy melyik oldalt szolgálta, és öngyilkos lett. Úgyhogy nagyon, nagyon oda kell figyelni a hibás tudásra, ha egészségesek akarunk maradni és élni akarunk. Ma is használjuk azt, ugye nekem is mondta sokszor egy professzorom, hogy fiam, józan paraszti ésszel. Tehát ez a józan paraszti ész, ez a megoldás mindenre. Mi a baj? Az a baj, hogy parasztot nem találunk már az országban. Józan parasztot még kevésbé. A paraszt tartotta meg ezt az országot, akármi volt, nézzük meg a történelmet. Teljesen mindegy, hogy mi történt, mindig a parasztság vitte tovább az életet. És a magyar paraszt, az ráadásul még a parasztok közt is egy elképesztő minőség volt. Tehát az, hogy lehet, hogy meghal a gyerekem, de holnap akkor is kimegyek kapálni, mert az állatnak enni kell adni, tehát ez azért egy döbbenetes tartás, egy döbbenetes emberi tartás, és valahol azt is mutatja, hogy mi lenne a dolgunk.
Na most, hogy hülyíthettek el így minket? Ez egy nagyon egyszerű képlet. Bejött a rendszerbe a vírus. A vírus, az nem tudom mennyire közismert, de az nem önálló élőlény, ez egy hibás információ, magyarul egy hibás tudás. Semmi más dolgot nem csinál, mint hogy arra készteti a gazda állatot, hogy ne saját magát szaporítsa, a saját sejtjeit, hanem a hibás információt. Tehát a vírus a szaporodásra a gazda állatot használja. Azt mondja, hogy te most ne a saját DNS-edet gyártsad, hanem gyártsd az enyémet. És így szaporodik. És ez azért döbbenetes, mert a mai világban ez van. Maga a hibás tudás szaporítja a hibás tudást. És ezt nézzük meg paraszti oldalról, jó? Működik egy nagyon-nagyon jól működő paraszti kultúra, tele van az ország tanyákkal, önellátó tanyákkal. Ez azt jelenti, hogy a háború előtt például, ami már egy nagyon-nagyon tönkrevert és tönkrement rendszer volt, de azért még az ország egyötöde tanyán élt, a Duna-Tisza közén egyharmada tanyán élt, minden harmadik ember. És ilyen emberek kerültek ki a tanyáról, mint Szentgyörgyi Albert. Tanyasi iskolába járt, és élete végéig büszke volt rá. Na most, mi a baj ezzel a rendszerrel? Megint ugyanez a baj, amit már letöröltem, hogy gyakorlatilag egy liter petróleum meg egy kiló só kell egy tajának hetente. A többit előállítja magának. És ezzel megint mi a baj? Nem lehet rajta élősködni. Na most először kitaláltak egy olyat, hogy akkor kezdjék el a tanyák ellátni a városokat. Na most itt már ugyanezek a cserearányok voltak, mint ma. Ugye, hogy hány zsák búzát kellett, vagy lisztet kellett adni egy csizmáért. De azért gondolkozunk el rajta, hogy ez a folyamat ma már odáig jutott, hogy ugye 50 forintba kerül egy kiló búza. 50 millióba kerül egy traktor. Csak így a hangsúlyok kedvéért. Na most, hogy jött létre, és ugye a városi kultúra elkezdte önmagát termelni. Elkezdtek a fiatalok a városba igyekezni. Na most, hogy nézett ki ez? Ez úgy nézett ki, hogy a szülők eladták a egy holdat, öt holdat, hagy tanuljon a gyerek, viszi vaj valamire, stb. Mi lett a következménye? Az a gyerek soha nem ment vissza már a faluba, és lenézte a szüleit. És így jött létre a város, ezekből az emberekből. És a város, hadd mondjam el, hogy maga a vírus. Nem véletlen hasonlít a nevük. Nem akarok belemenni a magyar nyelv szabályaiba, de ugye a magánhangzók azok változékonyak, a más hangzók azok stabilak, mint a magyar forint. Nyugodtan mondják, hogyha valami van. Ja, tehát... Hogyan létre a város? Gondolkodjunk, tehát egy természetben élő ember, az minden egyes természetben élő embernek a fő szertartása a parosságnak is ez volt. Reggel fölkelek, és akár által etetés közben, akár megyek ki a földemre, de belenézek a felkelő napba. Ez egy nagyon fontos szertartás. A felkelő nap az nem egyszerűen egy izógázgöb. A felkelő nap az a teremtőmnek a helyi képviselője. Tehát ha én bármit szeretnék aznapra kérni, tudást, bármit, akkor belenézek a napba és megkérem. Megkérem. És este ugye elszámolok a teremtésem, mert ez volt a tükörbenézés. Tehát ez is egy érdekes dolog, mert ahogy visszaemlékszem, nagyjámnak ilyen nagyon hosszú haja volt. Tehát, hogyha kiengedte, akkor leért a feneke alá, és ilyen kis konyba hordta. És mindig este fésülködött, és úgy néztem is magam, hogy miért este fésülködik. Ki a fene látja, hogy az ágyban ki van bizingetve a haja, vagy nincs. Ugye? És a nagyapám az este változott. Ezt se értettem. Hát reggelre kell, hogy az ember tükörsima legyen, este tök mindegy, nem? És nem. Mert úgy van megcsinálva, úgy volt megcsinálva a paraszti kultúra, hogy nem tudott úgy lefeküdni, hogy ne nézzem bele a tükörbe. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ott szembesült magával, hogy most leköpjelek, ne köpjelek le, jól csináltam, nem jól, holnap bocsánatot kellek érek, nem? Tehát ez a két végpont volt, ami meghatározta az ember életét. És akkor
elindult a város. A város az úgy jött létre, hogy először falat húzott maga köré. Na most itt már egy nagyon durva dolog van az egészben. Ha falat húzok, az azt jelenti, hogy innentől ideig az enyém, és ami ezen kívül esik, az már nem az enyém, igaz? Oda már lehet szemetelni, oda már bármit lehet csinálni. Ezt itt domestosszal tisztára pucolom meg, toalettkacsa meg izé, és a szemetet ide kigúrom. Ugye? Így néz ki a város, a mai napig így néz ki. És van egy még durvább dolog, hogy innentől kezdve, innentől ideig az enyém, akkor minden, ami ezen kívül esik, nem az enyém. Tehát elvesztem a világ nagy részét. És van még egy durvább dolog, hogy a falak miatt már nem látom, hogy mi történik a teremtésben. Elvesztem a mintát. A teremtés az pont azért van előttünk, hogy legyen egy minta. Legyen egy minta, lássam, hogy a nagy testvér az hogy teremt, aztán próbálják én is úgy drótozni. Na most, ha ezt kikapcsolom, ott nagyon-nagyon nagy baj van, mert ott jelenik meg a szakember. És a szakember a szegletember. És akkor jön egy szakember, azt elmondja, hogy milyen idő van ki, ez a meteorológus. Jön egy másik szakember, aki elmondja, hogy most nő a növényzet, vagy hullanak a levelek, ez a biológus. Jön egy harmadik szakember, aki elmondja, hogy mit üzen nekem az Isten. Ez meg a vallásipari szakember. És itt kezdődnek a nagy dolgok, mert itt már össze lehet uszítani az embereket. Itt már azt lehet mondani, hogy figyelj, csak az én utam működik, ez a leghatékonyabb, tuti, lehet ilyen MLM rendszert csinálni, mindent lehet csinálni, és ma ezt csinálják velünk. És egyet hadd mondjak el, ami nagyon fontos. Amikor én szidom az orvosokat, vagy szidom a papokat, vagy bárkit szidok, akkor nem az embert szidom, hanem a vírus szidom. És ez baromi fontos. Tehát képzeljük el a mai világot. Legyen egy nagy gyógyító. Odafön kinézi a terepet, hú, de szép ez a Kárpát-medence, tele jó emberrel, fejest ugrik, én itt mindenkit meggyógyítok, ugye? 20 évig jár az egyetemre. 20 év alatt bohócot csinálnak belőle, kikerül az egyetemről, 20 évig tanítják neki a különböző idegecskéknek a nevét, meg a különböző nem létező körfolyamatoknak a nevét, és az emberről magáról semmit nem fog tudni. És természetesen az egyetem után ez szépen lassan ki fog derülni, és mondjuk idegbeteg lesz belőle, vagy narkós lesz belőle, vagy inni fog, vagy csak egyszerűen kiég, és azt mondja, hogy leszarom, hogy mi van itt a Földön. Ugye? Vagy ugyanez egy nagy tanítóval. Tehát lejövök, mert én a közösségemet akarom tanítani, ugye? Mindenre meg fogom tanítani, amit csak tudni lehet a világról, hogy ne menjenek neki a oszlopoknak, meg a pofonoknak, ugye? És lejön, ugyanígy tanul az egyetemen 20 évig, gyerek közelébe se kerül egyébként, ezt hadd mondjam el. Tehát kétszer-két hét szakmai gyakorlata lesz a gyerekekkel. Ennyi lesz a gyerekkel való találkozása. Kikerül a gyerekek közé, a gyerekek ösztönösen érzik, hogy a tudásával baj van, ugye? Ösztönösen érzik, hogy nekik nem kell ez a tudás. Úgyhogy lázadnak ellene, és örüljön, hogyha nem verik meg. De ugye ezt el lehet mondani egy nagy harcosról, ugye? Az emberek egy része harcosnak születik ebbe a világba. Arra esküszik, hogy én megvédem az életem árán is azt a közösséget, ahová én születtem. És lesz belőle egy rendőr, aki a saját fajtáját veri a Kossuth téren. Vagy lesz belőle egy APEC ellenőr, aki egy 10 forintos tojásért büntetgeti a mamikát. Szóval soha ne az embereket szidjuk, és ne azok ellen küzdjünk, mert erre mondja Jézus, hogy mamit tükör által homályosan láttok. Tehát ma ez van, ez a viselkedésmód. Meg kell látni az embert a másikban, és akkor újra működni fog a világ. Na, tehát körülbelül ez az a városi lét, és az a baj, hogy ebben ma már falun is ugyanígy benne vagyunk. Tehát nézzétek meg, hogy néznek ki falun a kerítések. Régen vagy nem volt kerítés, vagy valami sövényből volt, vagy valami élő dologból volt. Most ilyen 2 méteres kőfalak körbe. Egyszerűen semmi közünk az élethez. Azért vagyunk itt a Föld egy sejtjeként, hogy a Földet szolgáljuk, a teremtést szolgáljuk, hogy istápoljuk a növényeket, az állatokat. Nézzük meg, hogy régen hogy működött mondjuk egy ártéri gazdálkodás, egy nagyon egyszerű példája a dolgoknak. Jön a folyó, kanyarog, kilép a medvéből. Azért lép ki, mert az a dolga, hogy életet vigyen a tájba. Pont.
Tehát ezt nem meggátolom, mert nem szakember vagyok, hanem azt mondom, hogy gyere folyó, segítek. Ások egy-egy fokot ide, kiengedem a laposokra a vizet, mi történik? Kijönt a folyó, ezek körülbelül egy méteres árhullámok voltak. Egy méter, nem tudom ma. Elönti a laposokat, ott leívnak a halak, melegbe táplálékot találnak, és szépen, amikor elindul a visszaáramlás, ide raknak egy halhálót. És szekér számra kifogják a nagy halakat, ugye? A kis halak, azok viszont visszaúsznak a folyóba. És ezért van az, ugye elmondják angol utazók, hogy a Tisza Magyarországon ez egy olyan folyó, ami két rész halból és egy rész vízből áll. És ez pont ennek köszönhető, hogy ésszel működtették a teremtést. Tudták, hogy hogy működik. Ilyen a gyerek. És mi volt a poén ebben az egész rendszerben, és most figyeljünk nagyon ide. Azzal, hogy halázták a nagyhalakat, a nagyhalak nem tudták megenni a kishalakat. Tehát több hal maradt a folyóban, mint hogyha nem haláztak volna. Magyarul úgy is lehet a teremtésbe élni, hogy a teremtés javuljon általunk, ne romoljon, mint ma. És ez a dolga az embernek, és ez a dolga a parasztnak, és ezt csinálta több ezer évig. És működött, és nem maradt utána sivatag. Ma az a divat, hogy azok előtt kell hajbókolni, akik sivatagot csinálnak. De az élet él és élni akar, és el fogja törölni ezt a tudást. És ezt az emberfajtát, mert ez vírusos. És pontosan ennek látjuk a nyomait, és ennek látjuk a kezdetét, és ezt látjuk ma az időjáráson, egy csomó mindenen ezt látjuk. Tehát újra vissza kell jöjjön ez a tudás, és így kell bánni mindennel. És ezek nem olyan nagy dolgok. Tehát azért azt hadd mondjam el, hogy nagyjából egy ilyen 7-800 négyszögölön, ami régen egy kertnek a mérete, egy család gyakorlatilag mindent meg tud termelni, kivéve a gabonát. Most ez miért fontos? Hát megveszem a Tesco-ba 9,99-ért, ugye? Igen, nem csak egy baj van. Megveszem 9,99-ért azt a valamit, amit élelmiszerként eladnak. Már 9999 a gyógyszer, 99000 az orvos, és így mennek fölfele az árak. És ráadásul van egy nagyon fontos tudás, amit megint elfelejtettek az emberek, hogy minden egyes növénynek, minden egyes állatnak van egy életteste, egy éterteste. És ez pár órával a szervezet megszűnése után lebomlik. Tehát magyarul, hiába veszek én csalóka, látszólag friss gyümölcsöt, az 3 hete utazik egy kamionba, és már nem táplál engem. Csak az élő dolgok szolgálják az életet. Ha nem élő dolgokat eszek, akkor halott leszek. Tehát erre is nagyon jó a kiskert. Most ez a kiskert, hadd mondjam el, hogy biztos egy csomó ember van, aki ilyen embertárolókban lakik valami lakótelepen, ott is legalább a minimális dolgokat meg kell csinálni. Legyen egy balkonláda, és a fűszerek, azokat termelje meg mindenki. Elmondom, hogy mennyire fontos a fűszereknek a szerepe. Ugye persze tanítanak a természetgyógyász könyvek nagyon fontos tudásokat, Mária Trében könyv, német szerzetesek összegyűjtött tudása, 2 dekát veszel ebből, 3 dekát abból, 45 fokos szögbe kevered, 27 fokos, vagy 27 percig forralod, és kész a csodaszer, ugye? Na most hadd mondjam el, hogy minden egyes ember más, tehát nincs csodaszer. Minden egyes embernek más a gyógyszere. Hogy nézett ki ugyanez a paraszti kultúrában? A buta parasztok hogy csinálták ezt a gyógyítást? Tehát valaki, mondjuk, mit tudom, hogy ágynak esett, vagy valaki éppen frissen szült. Mit adtak neki, mit vittek neki, vagy még a kórházakban is mit vittek, a banánnál előttem, azt nem mondjuk. Amit kívánok. Húsleves, nagyon fontos. A hús is fontos, vegások figyelmében, meg az ilyen méregzöldek figyelmében ajánlom, hogy hús nélkül Magyarországon ezen az éghajlaton nem lehet élni. Nem lehet élni. Azért kell azt a sok indiai szart mellé enni, mert nem lehet megélni hús nélkül. Egyébként a fogazatunk is úgy alakult, hogy körülbelül durván egy ilyen 1/8 húsra van szükségünk. De nem is ez a poén az egészben, hanem az állatok, láttuk már, hogy
mire képesek, az állat az állapot. Asszonyi állat az azt jelenti, hogy asszonyi állapotban van. Tehát egy állapotot tudnak felmérni. Magyarul szépen lelegeli a növényeket, a növekedési tendenciákat összegzi, és egy állapotot hoz létre a húsába, vagy a tejébe, vagy a tojásába. Nagyon fontos, ezt nem lehet megkerülni. Na, tehát ő fogja majd gyógyítani az információval, tehát a homeopatikus szer első eleme az ugyebár az a hús. Mik vannak még benne? Mi van egy húslevesben? Jányok asszonyok. Zöldség. Mi az, hogy zöldség? Hagyma. Hagyma. Sárgarépa. Fehérépa. Zeller. Korallábi. Kelkáposzta. Paprika. Ami van minden. Víz. Na, azért ezt hadd mondjam el, hogy amiket felsoroltuk, a hagymát nem sorolták, pedig a legfontosabb benne, az a legerősebb gyógynövények, amiket még napi használatban lehet használni. És ebből állnak a leveseink. Ezért van a magyarban ennyi leves. Én ezért, amikor először nyugaton munkát vállaltam, ezért jöttem vissza visítva pár hónap elteltével, mert egyszerűen az olaszoknál volt 3 leves. Ezt variálták, és én ettől kiakadtam. Tehát ez annyira fontos a leves, és majd meglátják, hogy az ember öregszik, egyre fontosabb lesz a leves, mert de nem ez az acskós izé, instant valami, hanem a valódi levesek. Nagyon-nagyon nagy szerepe van az egészség helyreállításában. Na most, ha valaki csak a fűszernövényeket, a főszernövényeket, amikkel beállítjuk az egyensúlyát a levesnek, ezt megtermeli magának, már nem tud tönkrevenni az egészsége. Ha még emellé meg tudja a zöldségeket is termelni magának, az totális győzelem. Ez van. Tehát ilyen viszonylag egyszerű dolgokkal meg lehetne oldani. Na most ez már egy komoly dolog, mert ahhoz, hogy megtermeljem a zöldségen, gyümölcsöm esetleg, ahhoz bizonyos dolgokat meg kell tegyek. Például az első ilyen dolog a mozgás. Tehát ma gyakorlatilag nem mozgunk. A betegségeink zöme az ebből keletkezik, hogy nem mozgunk. Ehelyett ugye akkor jön az aerobik meg a többi, ez nagyon jó, és ugye az ember nézi ezeket a üzéket, hogy a francba vegyél már egy kaszát, aztán adja ki, hogy ugye nézi a másikat, a gyomlálásnak a mozdulatait, nézi a favágás mozdulatait, és azt mondja, hogy na figyelj, ez már majdnem paraszti kultúra. Most ehelyett, hogy és hát ennek a csúcsa, hát az a szobabicikli. Tehát azért gondoljuk már, hogy normálisak vagyunk, de most őszintén, ugye mindent megteszünk azért, az egész teremtő erőnket, meg időnket odaadjuk, ugye különböző kütyümütyüket versünk, amin gombok vannak, és lehet távirányítani vele. De én például akkor döbbentem meg, vettem egy kocsit, és volt benne egy ilyen hiper-szuper CD-s, rádiós, mit tudom én, micsoda, és adtak hozzá egy távirányítót. Mondom, hogy figyelj, ezt az 50 centit lehet, hogy lehet, hogy tudtam volna küzdeni a lépkörül. Néztem ki hihénem fejemből, most ezek már őrületek. És akkor ugye jön a banánízű tampon, az elektromos orszörtejtő, tehát mindent elénk tesznek, vedd meg, add a lelked érte. És a lelked adod érte, mert nincs időd a gyerekeddel, nincs időd a nagy családra, nincs időd semmire. És pont emiatt. Na most, ez azért is jó, ugye hál' Istennek a teremtő mindig segít nekünk. Ez, tehát nem véletlenül hívjuk több ezer év óta úgy, hogy jó Isten, ennek oka van. Tehát ez most úgy fog segíteni minket, hogy kirúg az állásból. Egy mozgó világban ne legyél már állásban. Hát az élet maga a mozgás. Mit csinálunk? Állásban vagyunk. Ugye? Bravo! Ne legyél! És hál' Istennek kerülnek ki az emberek egyre többen, és ezeknek az embereknek egy része az észre fogja venni, hogy hát figyelj már, eddig is a Vörös Csillag traktorgyár előtt is volt élet Magyarországon. És újra kezdődnek egyre nagyobb tömegbe, és ezért érzem, hogy ébred a vidék, a háztáig. Újra kezdődnek a piacok, újra elkezdenek kenyeret sütni az emberek. Rájönnek arra, hogy 50 forint egy búza. Ha én megörlöm és hozzáadom a villanyköltséget, az 55 forint lesz. Egy kenyérhez 70 deka liszt kell. Tehát az azt jelenti, hogy 40 forintból megvan a kenyerem. Akkor miért veszek 500 forintos kenyereket? És egyre többen elkezdenek, hál' Istennek, együtt dolgozni, hogy te kenyeres sütsz, én majd ezt fogom csinálni.
Tehát újra összefűződnek a szálak, egy közösséget csak a közös célok tartanak össze. Ha nincsenek közös célok, nincs közösség. 101 fogorvosból nem lesz közösség. Tehát csak úgy lesz közösség, hogy igen, szeretnénk megélni. Ehhez neked ezt kell csinálni, te kaszanyelet fogsz faragni, te kovácsolni fogsz, és szép lassan vissza fog állni ez az egész. És egy sokkal tisztább minőségbe fog visszaállni, mert sokkal nagyobb a tudásunk, mint az öregeinknek volt. A lehetősége a tudásunknak. Most mondok valamit, ugye az öregeinket beletették ezzel, hogy sokkal jobban jár, ha megveszi ezt a kukoricamorzsolót, a Weisskramfréttől, meg a mit tudom én micsodát, és akkor ők elmentek sajnos. Tehát amit mi ismerünk, hogy paraszti kultúrát, azok reggeltől estig kapáltak, ez nem igaz. Ez akkor volt, amikor már teljesen elhűltek az emberek, és te árutermelésként kukoricát termeltek. És ugye bejött pénzből, meg vettek szallagot az asszonyok maguknak, meg mit tudom én, mint a férfiak maguknak. Tehát ezt ki lehet kerülni. Van egy nagyon fontos tudás, ami véletlenül épp most kezd előkerülni, ezek az Anasztázia könyvek. Ezt mindenkinek nagyon, nagyon melegen ajánlom. Szedjük le róla azt az orosz mázat, ugye hát az orosz, Oroszország zengő cédrusai, meg mindenféle hangzatos idők, hát szibériai sámán asszonyról szól, Szibéria soha nem volt orosz. Tehát Szibéria volt a szkíta térségről felszorult népeknek a gyűjtőhelye. Tehát az megint csak a mi ős tudásunk, ezért nem kell foglalkozni ezekkel a nagy pánszláv szólamokkal, hanem ami neked szól, azt meg kell érteni belőle. Csak mondok egy-két dolgot, és kezdjünk el közösen gondolkodni. Tehát ilyenek vannak benne például, hogy két ember, tehát ez az Anasztázia a következőket javasolja, mindenki építsen egy hektáros családi birtokot. Egy hektár, ez semmi. Mai áron ez kb. 500 000 forint és 1 millió forint között beszerezhető. Egy hektár. Tehát ugye egy negyed Fostos Suzuki-nek az ára. Na most azt javasolja, tehát következőt mondja. Amikor két ember egymásra talál, ez egy hihetetlen energia zuhatak. Tehát ott tombolnak az energiák. Hát mindenki volt már szerelmes, mert ezt nem lehet kihagyni az életbe. És tudja, hogy hát ott tényleg bármit, ha azt mondaná neki a kedves, hogy te fordítsd már meg a holdat, mert érdekel, mi van másik oldalon, parancs, értettem, és már csinálja is. Na most ez a szellem, ez egy hihetetlen energia, de ez idővel elfolyik, szétforgácsolódik, belemegy az ember a veszekedésekbe, kis örvények keletkeznek, mint ahogy a mechanikus energia átalakul hővé. Ezért azt javasolja ez az asszonka, hogy létre kell hozni minden egyes családnak a szeretett terét. A szeretet tere az az, amit együtt építetek föl. Tehát a férfi, a nő, a gyerekek úgy kell ültetni a fákat, gondozni a növényeket, építeni a házat, hogy abban a szeretetünk legyen benne. És ez a szeretet ott van a környezetünkben, és amikor bennünk már, ne adj Isten, kifogyott vagy lecsökkent, akkor visszasugározzák a szeretetünket. Ezek óriási dolgok. És ebből érti meg az ember, hogy miért volt az, hogy parasztok leéltek egy életet, és nem váltak el, és nem veszekedtek, és szerették egymást a halálukig. Ugyanezt megcsinál, az a röhely, hogy minden az ember elolvassa, van egy ilyen aha élménye, és utána azonnal látja, hogy ugye ez volt minden szóról-szóra a paraszti kultúrában. Vagy például van egy nagyon fontos dolog, hogy úgy ültess el egy magot, hogy 7 percig tartsd a szádba. Na most 7 perc alatt ezen a hőmérsékleten páratartalom egy mag életnek indul. És ugye az első ráeszmélés a világra, aha, itt van ez a barom, úgy látszik, neki kell teremjek, ugye? Mert az én rezgéseimet veszi föl először. És tényleg innentől kezdve engem fog ez a mag táplálni. Én leszek a teremtője, stb. És ez mindennel így van. De ilyen egyszerű dolgokat is elmond, nagyon érdekes, mert erre én már gondoltam, de mondom, hogy milyen ciki lenne már. Ugye van két nagy kajszi fiam, ilyen kamasz nagy kajlák, az egyik műegyetemre jár, a másik az egy református liceumban. Pont erre gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha leírnám neki azokat a buktatókat, hogy ő ne csinálja már végig azt, amit nekem végig kellett csinálni. Tehát nagyon őszintén elmondani neki, hogy fiam, az egy zsákutca, abba nem állsz bele, én a helyedbe erre mennék, stb. És
leír ez az Anasztázia egy ilyet, hogy ezt hogy csinálják generációkról generációra, tehát hogy legyen egy családkönyve. És ebben a családkönyvében ezt kezdjük el mi írni, ez a generáció fogja megindítani ezeket a dolgokat. És én sokszor elmondtam, hogy mi már csodákat ne várjunk az életbe. Tehát nekünk az életünk az azzal telt, hogy húzkodtuk a nadrág szíjat. Így van? Így van, mindenkin látszik is ez a dolog. De higgyük el, hogy még egy dolgot azért megtehetünk, az, hogy a gyerekeinknek teret nyissuk. És ez egy óriási dolog, mert nekik már nem így kell leélni az életüket. És nem a hibás tudások fogják meghatározni azt, hogy hogy fognak élni, meg hogy kimenekülnek most New Yorkba, ott meghalnak majd hontalanként, hanem azt mondod, hogy fiam, itt van ez a föld. Ezer éveken keresztül megtartott ez a föld. Most volt egy ilyen hülye pajszi időszakunk, ti lesztek az a generáció, aki visszavárt. És olyat tanulja, ami értékes tudás, amit tudsz használni. Nem azt, hogy a bolha lábán hogy állnak a lábszőrök, meg hogy a hold oldalán, túlsó oldalán milyen kráterek vannak. A kutya nem fog, ezt a vágó István fogja tőled megkérdezni a pénzműsorban. Úgyhogy ha hangszórót akarsz nyerni, akkor ezt a tudást, ha nem hangszórót akarsz, hanem élni akarsz, akkor az élethez kapcsolódó tudásokat. Legyen belőled bármi, jó asztalos, bármi, teremtsél. És nem akkor megdicsérni, hogyha mit tudom én, egyre több egyetemre megy meg, egyre több felesleges tudás szorul benne, bele. És ez nagyon fontos lenne. És hihetetlenül egyszerű lenne a dolog, csak annyi kéne, hogy csatoljunk vissza a természethez. Tehát így, mint ahogy elmondtam most ezt a paraszt wellness-t, hogy ott is megcsinálja az ember ezeket, meg még turbószolárium is van hozzá. Akkor minek fizessek ezeket? Gondoljuk már, hogy mondanám, hogy mostában mindent olyan szűrővel nézek, hogy mondanám el ezt a nagyapámnak mondjuk, vagy a dédapámnak. De azt mondaná nekem, hogy figyelj már, Nagyi, nincs munkahelyem. Mind nincs, fiam. Munkahelyem. Nincs helyet dolgozni. De az van, munkahelyem nincs. Munkád nincs, de munkám is van, munkahelyem nincs. És akkor, hát fiam, én ezt nem értem. Mondd már nekem, mi a munkahelyem? Hát tudod, ez egy olyan hely, oda bemegyek reggel, lenyomatok ott egy 8-10 órát, és akkor hazajövök, és akkor pénzt hozok haza. Értem, fiam. Mire kell neked a pénz? Hát tudod, kell a Nike cipőre, kell tankolni a kocsiba, kell a mobiltelefonra, kell a ruhára. Értem, fiam, és ezek miért kellenek? Hát, hogy be tudjak menni dolgozni. Na most itt mondaná a lédi, hogy édes fiam, normális. És ezeket kéne szépen lassan el. És nem félelemből, ez nagyon fontos. Ma az egész életünket a félelem határozza meg. Félünk mindentől. Félünk, hogy nem lesz pénzünk. Félünk, hogy nem lesznek gyógyszerek. Hát gyerekek, tovább élünk. Nem lesz munkahelyen, megint csak tovább fogok élni. Stresszmentesen, együtt a családommal. Hihetetlen. Az a helyzet, hogy hát ez Gödöllői Agrár Egyetemnek van egy kutatása, 50-es évek óta csinálják, mindenféle szántóföldi kultúráknak megnézik az ásványanyag, vitamin, stb. Tartalmát. Vannak olyanok, amik az 50-es évek óta századára csökkentek. Tehát ez azt jelenti, hogy 100-szor annyi mennyiségű búzát, sárgarépát, egyebet kell megegyünk, hogy ugyanazt a tápértéket tudja képviselni. Na most vannak olyan növények, aminek nem csökkent semmiféle paramétere, mert nem szántóföldi kultúrában van. Tehát nem olyan hely, hogy állandóan ugyanazt zsigerelik ki a földből, rászólnak egy kis pétisót, azt meg van oldva minden. Most ezek a gyomnövények. A gyomnövények nagyon-nagyon fontosak voltak. Tehát nincs egy gyomnövény, ez megint egy ilyen hülye, rosszul tudás. Tehát valami vagy gyógynövény, vagy tápláléknövény, vagy mind a kettő, olyan nincs, ami semmire nem használható, higgyük el. Na most például nem sokára jön a tavasz. Turbolya. A turbolya, nem tudom, ismerik-e, úgy néz ki, mint egy petrezselyem és árnyizsize van. És ilyenkor tavasszal kaszálni lehet az erdők alján. Ez egy hihetetlen növény, ez a szervezet turbója. Tehát ezt adták szülés után a nőknek, ezt adták a betegeknek a lábadozó szakaszba, ez egy hihetetlen erős tisztítószer az
szervezetnek, és minden benne van, amire az embernek szüksége van. Ugye ez van a csalánnal, ugye ez van a tyúkkurral, lehetne sorolni az egészet. Tehát ha az ember kimegy egy kosárral az erdőbe, már nem hal ilyen, ezt csak azért akarom elmondani. Tehát ne a félelem vigyen minket. Sokkal egészségesebben és sokkal tisztábban fogunk élni, csak nem fogunk ennyit dolgozni. És jut idő majd mindenre, jut idő a szeretteinkre, jut idő, amire a Földön vagyunk. Ugye ezek a fejlődés pártiak, tehát mindig elmondják, hogy de hát visszafejlődünk, akkor hogy nincs ilyen, hát a fejlődés az mindig előre megy. Először is nem fejlődünk, tehát ez is egy hibás tudás. Semmit nem fejlődtünk az ókor óta, ezt higgyük el. Semmit. Hát de tovább élünk, nem élünk tovább. Nem élünk tovább. Nem, ez nem csak az ősi írásokból akarom mondani, hogy nem élünk tovább, de a benszülött csak kétféle időt használnak. Van az élő idő számukra az, amikor boldogok, harmóniában vannak a környezetükkel, alkotnak, teremtenek, játszanak a többi emberrel. Ez az élő idő, és az összes többi idő, az halott idő a számukra. Na akkor mennyit élünk? Tehát gyakorlatilag élő idő nincs az életünkben. Nagyon minimális. Tehát azért mondom el ezeket a dolgokat, mert nem kell félni. Tehát a népi gyógyászat képzésen ugye az egyik alapszabály ez a ne aggódjunk raktárra. Ez egy nagyon fontos szabály. Tehát ma még nem láthatjuk azokat a dolgokat, amiket a Jóisten a felekünk alá fog rakni. De higgyük el, hogy ha az ember elindul és a dolgát csinálja, pénz, fegyvert, paripa, az jár hozzá, alanyi jogot. Tehát nem kell itt kuncsorogni se az államnak, se az önkormányzatnak, se a főnökömnek, ezek járni fognak. És el kell kezdeni szépen ezt a kivonulást a városból, a vírusból. És el kell kezdeni újra felvenni a természetes ritmusokat. Reggel fölkelni, amikor a nap fölkel, belenézni a napba. Este lefeküdni, amikor a nap lefekszik. Ilyenkor nincs energiánk semmire, ezért kell vödörszámra inni a kávét. Ugye nyáron, amikor meg tombol az energia, ugye, akkor amikor régen voltak a nagy kaszálások, meg a hordások, meg egyebek, szénacsinálás, le se feküdtek gyakorlatilag, akkor mit csinálnak az emberek? Hát hevernek a plázson valahol, meg pihengetnek, meg ugye akkor van ez a nagy pihi, és robban föl, és nem győzi szedni a nyugtatókat, ugye? Tehát meg vissza kell találni a földanyához. Eleve van egy nagyon fontos dolog. Ahogy fent, úgy lent, ahogy lent, úgy fent. Tehát ahogy itt működnek a földön a dolgok, úgy működnek úgy odafönn is. Tehát itt úgy néz ki egy család a földön, hogy van egy atya, van egy anya, meg vannak a szent lelkek. Ha ebből a három minőségből az egyiket ellopjuk, akkor billegni fog. Tehát magyarul, ha a női minőséget kivonjuk ebből a rendszerből, akkor azt fogjuk kapni, hogy a nőnek a becsülete az meg fog szűnni. Tehát az lesz, mint a mai világban, hogy gyakorlatilag a nőket köpőcsészének használják. Mit lehet tudni az ősvallásunkról? Ugye mindenki dobolgat, ezt csinál, azt csinál, egy dolgot lehet biztosan tudni, hogy az ősvallásunk az a boldogasszony itt volt. Ennyit tudunk, írásos bizonyítékok alapján, ez az egy, ami biztos, hogy boldog asszony hitünk volt. Na most ez egy döbbenetes dolog. A nő az nagyon közel áll a teremtéshez. Tehát ő a kapu a földi létbe, és régen, amikor meghalt az ember, akkor is a nő kísérte el. Ugye nem csak a sirató asszonyok, hanem régen a bába feladata volt ez. Ugyanaz, aki életet adott neki, ugyanaz kikísérte a más világba. És a nőnek sokkal nagyobb hatalma van az élet fölött, mint a férfinek. Ha egy férfi jót akar, akkor egy dolgot kell csináljon, tegye boldoggá az asszonyát. Ennyi a boldog asszony itt. Nagy dolgok, mi? Miért tegye boldoggá? Azért, mert a nőnek hihetetlen hatalma van a teremtésben. Tehát nem tudom, hallott-e arról valaha valaki, hogy egy szülés közben egy nőt bántsanak? Hallott-e valaki ilyet? Valaha is. Nem, mert nem lehet megtenni. Tehát olyan hihetetlen védelem alatt áll a nő, ez a nőnek a legboldogabb állapota. A nagy boldogasszonyság. És ilyenkor
egyszerűen kitol mindent maga körül. Hát egy szülőnőnek több száz méterre nő meg a durva aurája. Ez hihetetlen. Na most, ha egy nőnél el tudom érni állandóan ezt az állapotot, akkor az azt jelenti, hogy az a nő az megvédi az egész családját. Az egy olyan fészket fog biztosítani, hogy nem nekem kell karddal meg itt szerencsétlenkednem az apekkel meg egyebekkel, hanem majd a nő hivatalból megoldja. Ehhez egyetlen egy kell, hogy a férfi tegye boldoggá a nőt. A nő az pláne nem biorobotnak készült. Sokkal érzékenyebb ilyen szempontból, mint a férfi, és tönkre megy ezekbe a munkákba. Tehát a nőt, ha a férfi tudja, akkor vonja ki a munkahelyről. Ha nem tudja kivonni, az nem férfi. Akkor adja át a nőjét valakinek. Ezt most halálkomolyan mondom, amiket mondok. És ezt kell megteremteni, hogy jó, a férfinek egyelőre nem biztos, hogy lesz lehetősége, hogy kivonuljon vidékre, kivonuljon és gazdálkodjon, de a nőnek biztosítani kell ezt a lehetőséget. Csinálja meg a kis gyógynövényes kertjét, csinálja meg a kis veteményesét, csinálja meg otthon a meleg fészket a családnak. És a férfi viszont mindent biztosítson ehhez. Döbbenetes volt számomra, megint ilyen nyugaton nagyon sokat tanultam, tehát én nagyon-nagyon sokat tanultam ezzel a pár ilyen pofonba futással, hogy kimegy az ember nyugatra dolgozni, egyébként minden fiatal ki kéne zavarni egy évre, aztán majd megtanulnák itt, hogy megbecsüljék a dolgokat. Na nekem az döbbenetes volt, hogy először ugyebár engedtem valakit előre, egy hölgyet az ajtónál. Megállt és nézett rám, hogy hülye vagyok. Tehát nyugaton, tehát azért nézzük meg, ez a teljesen leromlott és szétzüllött erkölcs, ami itthon van, még mindig csirájában egy csomó ilyen dolog benne van. A nők tisztelete. És ezeket szépen fel kell venni és le kell porolni. Le kell porolni. És ez majd fel fogja emelni az országot. Ez hiányzik egész Európából egyébként. Tehát nézzük meg, ez annyira tanulságos. Ez annyit kell tudni, hogy minden egyes szimbólum az jellemzi, nagyon-nagyon jellemzi azt a közösséget, aki őt választja. Tehát például a zászlók nagyon fontosak. Tehát a trikolórok, azok a test, lélek, szellem, ugye? Tehát így festik le azt a nemzetet, aki választja. Tehát például a magyar zászló, ha már itt tartunk, ez is gyönyörűen mindent kifejez. Ugye a szellemiségnél vörös. A vörös az a tűz, az a tettek, az a nem töszörgünk, az a... Hát amilyen a magyar. Tehát először tesz valamit, aztán utána nekiáll gondolkodni, hogy legalább indokolni tudja a tetteit, de ez egy nagyon jó dolog, mert emiatt van, hogy a gyufától a hidrogénbombáig mindent mi találunk föl. Tehát ez nagyon fontos, ez a magyar virtus, és maradjunk ilyenek, addig maradunk magyarok. A másik, az a léleknek a szintje, a második sáv, az fehér. Hát így kéne élnünk, tiszta lélekkel. És a harmadik, az a testiség, az a zöld. Tehát az meg az élet. Mindenáron az életet kell szolgálni. Akkor vagy magyar, ha az életet szolgálod. Pont. Nem az, hogy tarsolyon van, fürdőköpelyen van, rohangászok szőrkucsvában 50 fokban, hanem az, hogy az életet szolgál, mint ahogy az őseim, ugye? Hogy itt volt hány ilyen szenny ár borította el Magyarországot. Török, a tatár, az oroszok, a németek, a mindenki átvonult már rajtunk legalább egyszer. És élünk. Csak ezer év alatt hány ezer nemzet tűnt el Európából, és mi nem ezer évesek vagyunk. És köszönjük, itt vagyunk, és meg vagyunk, és csináljuk a dolgunkat. Na, tehát nézzük meg az EU zászlót, mert az nagyon-nagyon fontos. Az EU zászló látszólag semmi baj nincs vele, ugye gyönyörű szép kék, hát az a béke színe, meg Máriának a színe, Mária palástja, gyönyörű dolgok ezek. Ott van a 12 csillag, az is gyönyörű, Mária körül szokták, ugye, Mária attribútumok, hogy minden rendben van. Ugye, mint amikor megy a kolosz paraszt kapálni a földjére, ismerjük a viccet, hogy rendben van minden. Fonszolcska, pártocska, kenyerecske, hagymácska, úgy látszik rendben van. Megint útközben. Nem, valami nem stimmel. Fonszolcska, pártocska, kenyerecske, hagymácska, csak rendben van minden. Odaér a föld célére. Nem, valami nem stimmel. Fonszolcska, pártocska, kenyerecske, hagymácska, szameg a kapácska, nem otthon maradsz. Na, tehát ez is egy ilyen dolog, hogy egyetlen az EU zászlóból mi az?
A közepe. A magja. A magja, ahol elvileg a nagy boldogasszonynak kéne lennie. Na most mi a helyzet Európával? Mi van a közepén? Kellős közepén a Kárpát-medence van, nem Magyarország. Erre nagyon vigyázzunk, mert ez egy nagyon szoros szimbiózis ezek közt a népek között. Tulajdonképpen egy lépcsőben mi nem tudjuk azt kisugározni, ami bennünk van, ez majd több lépcsőke is. Ezért kell az Olá, meg a Tóth, meg stb., akik mind belőlünk váltak le egyébként. Ez gyönyörűen. Aki elolvassa akár a japán génkutatásokat, akár a Henkei Gyula ezelőtt már 30 évvel ezeket elmondta. 50 ezer embert nézett végig a Kárpát-medencébe. Tehát hiányzik a közepe, és tulajdonképpen az EU-val is ez a helyzet, hogy hiányzik a közepe. Itt van egy nép, belebódulva a győzikes hóba, meg a banánízű tamponba, meg az elektromos orrszőrtejtőbe, meg az összes üveggyöngybe, amit elénk dobtak. És nem a dolgunkat csináljuk. Na most ezért van az, hogyha van döbbenetes, van egy freskó elemére. Ez a freskó ez az, hogy ugye Szent István leszáll egy gyönyörű fehér ló, leszáll a nyerekből, hogy odaadja, felajánlja a koronát Szűz Máriának. Ugye? És közben, amíg ő nincs a nyerekbe, beszáll a majom a nyerekbe. Majd nézzük meg, ahol oda menjünk, egy gyönyörű kifejlett majom példány fogja a gyeplőt. Nézzük meg, nagyon fontos, akár interneten meg lehet találni ezt a képet, mert sokat hivatkoztak rá, Pap Gábor előadásaiban nagyon sokszor szerepel. Ez a helyzet. Ha a közép alszik, akkor most mondom a mondatot, az Európa Unió központja Brüsszel. Központja, azaz középpontja Brüsszel fogja irányítani. Értjük? Tehát ha a középpont nem csinál semmit, alszik, akkor a periféria fog vezetni. Magyarul, ha a kutya az nem működik, akkor a farok fogja csóválni. És ma ez történik. És ezért vannak ilyen rendeletek, hogy hány gumilabdát kell adni a malacnak, ugye, hogy ne kapjon szorongást. Ezért van, hogy nem lesz tojás lassan az országban, mert 2 centivel kisebb a ketrecünk, mint az EU szabvány. És ez mind-mind emiatt van. Emiatt, hogy nem a középpont vezeti Európát. És amíg ez a rendszer nem fog visszaállni, semmi nem fog itt működni. De ahhoz, hogy visszaálljon, ahhoz fel kell ébrednie a Kárpát-medencének. Na most, mi a Kárpát-medence feladata? Ez nagyon egyszerű, mindig azt szoktam mondani, hogy ha elfelejtett, hogy az apát kapálni vagy kaszálni küldött a mezőre, nézd meg, mi van a válladon. Most körülbelül ugye ez a helyzet, ugye egy kicsit elaludtunk, elfelejtettük, hogy miért küldött ide az atyánk minket, nézzünk szét, hogy mi van a Kárpát-medencében. Van egy-két dolog, ami elképesztően feltűnő. Az első a védettsége a Kárpát-medencének. Hihetetlenül védett. Tehát tényleg, mint egy anyaöl, körbe ölelik a magas hegyek, és mindentől megvédik. De nem csak hogy is mondjam, az ándó hadjáratoktól. Tehát azért, ugye amikor itt előadják nekünk, hogy mi egy átjáróház vagyunk, akkor megint gondolkodni kéne, mert ugye a Kárpát-medence elfoglalásához 9 hónap kellett még úgy is, hogy a oláhok szokás szerint elárultak minket. Tehát 9 hónapig tartott, amíg az akkori idők legnagyobb hadserege, a Vörös Hadsereg elérte a túloldalt. Mennyi idő, ugye ez volt 1945. április 4-én. Ugye mennyi idő alatt voltak innen Berlinbe? Mikor volt Berlin elesetben? Egy hónap. Tehát pontosan erről szól ez a dal, hogy ennyire védett hely van a Kárpát-medencének. A második, hogy hihetetlenül mozaikos. Tehát minden tája, ami valahol is megtalálható Eurázsiában, az itt biztos, hogy megtalálható a Kárpát-medencében. Vannak magas hegyek, alföldek, felföldek, dombságok, mocsarak, minden, ami van. Tehát olyan az egész, mint egy Noé bárkája, amiben itt bele van zsúfolva minden, és minden ásvány megtalálható. A növényzeti zónák itt találkoznak, minden itt találkozik mindennel. Tehát ez a magja a Kárpát-medencének, így vagy az Európának, így is működik. És ami talán a legfontosabb, hogy mi az, amiből sokkal több van, mint bárhol a világon?
Gyógyvíz. Így van, ez a kulcsa az egésznek. Tehát gyógyvizek, gyógynövények, ugye vala egész Európa innen gyűjtött a Tisza ártereiről gyógynövényeket, gyógyító ásványok, gyógyító emberek. Minden arról szól, hogy gyógyítás a feladatunk. Ezért van például ennyi orvosunk, jó orvosok egyébként, ezért van ennyi orvosképzés, mert valahol az emberek ösztönösen érzik, hogy ez a dolguk, csak nem jutnak el odáig. Tehát ha ez tudatossá válik, sokkal jobban fogunk ölni. Tehát magyarul ennek kell majd felébrednie ennek a magnak, és onnantól működni fog, nem csak Magyarország, tehát nem mi vagyunk a tét. Nem véletlen, hogy vegyük már egyszerűen, micsoda ellenerők születtek meg abba a pillanatba, hogy egyszerűen azt mondta Magyarország, hogy ne haragudj, itt középen nem fogom elfogadni azt, amit ti mondtok, ugye? És micsoda cirkusz van már belőle? Ez pont ennek az első reakciója, hogy elkezdett ébredni a mag, még ha ezen a szerencsétlen módon is, hogy most esküdjön, vagy ne az a birka, aki egy hazaáruló, hát ez egy huszadrangú kérdés, nem ez számít. De elég az hozzá, hogy már kimerte, elkezdtünk nem esedni. Elkezdtünk nem esedni, ez egy baromi fontos dolog, a nemes ember volt régen az, aki megtehette, hogy nemet mondott. Mert megvolt hozzá a hatalma, megvolt hozzá a tehetősége, mindene megvolt, és végre elkezdtünk nemet mondani. És ez még csak a kezdet, ez majd sokkal, sokkal jobban fog durvulni. Na, hogy lehetne felébreszteni az embereket itt? Ez a nagy kérdés. Van-e valami ötlet? Mi? Eljönnek az előadásomra. Eljönnek az előadásomra, de ez még odébb lesz, de nem ez a fontos. Tehát az a fontos, hogy elkezdték az emberek egymást keresni, ez rendkívül fontos. És miért kezdték el egymást keresni? Azért, mert vegyük észre, azért nem működik az Európai Unió, mert nem a központja, nem a magja vezeti, hanem a periféria. Ez miért baj? Egyszerűen azért, mert akármi történik Európában, akármi szeli át Európát, legyen ez közlekedés, legyen ezek a energiavonalak, legyen ez bármi, az a középponton, a központon átmegy. Tehát a központ az mindenről tud. Brüsszelben meg csak erről a szegletről fognak tudni valamit. Az összes többiről nem tudnak, és ennek megfelelően próbálják működtetni. Tehát a központ az mindig látja az egészet. Nézzük meg, semmilyen hosszasan élő birodalom nem működött úgy, hogy ne középen legyen a központja. Csak középre vezérelhető valami. Ez egyszerűen rendszertechnikai kérdés. Na, akkor nézzük meg az embert. Hogy működik az ember? Van 7 energiacsokra, vagy energiacsakrája. Ugye? Ezt keleti gyógyászat ismeri, de egyébként a magyar néphagyomány is tele van vele. Ugye, itt a kipufogó, utána a nemi csakra, köldök csakra, szív csakra, torok csakra, harmadik szem, korona csakra. Így működik az ember energetikailag. Melyik a központja, a középpontja ennek a rendszernek? Szív. A szív? Ez a központja? Akkor miért Brüsszel vezet minket? Most komolyan kérdem. Ez a kulcsa az egész életünknek. Tulajdonképpen mehetnünk haza, mert elmondtam mindent a lényeget, de ezt most komolyan mondom. Az első gondolat a jó gondolat, ugye mindenki ismeri ezt, meg tapasztalta is. Az első gondolat az mindig a szívből jön, mindig a központból jön, mindig az ösztöneinkből jön. Az ösztönök semmi más, mint hogy az életre hangolt, nagyon finom műszerek. Ha ezt kikapcsoljuk, akkor úgy megyünk, mintha vakrepülnénk. És így is megyünk. Időnként neki megyünk egy falnak, akkor koppanunk egyet, jajgatunk, szidjuk az Istent, szidjuk a pártot, szidjuk az anyóst, és tulajdonképpen annyi volt csak, hogy miután nem a központ vezet, ez semmi egyéb, mint egy bioszámítógép. De olyannyira, hogy lehet tudni a sebességét. Tehát egy mai ilyen szuper számítógép bármikor lekörözi az emberi agyat gyorsaságban. Nem ez a lényeg, nem az irányít minket. Tehát ami irányít, az a szívünk lenne, ha engednénk irányítani. Most a bioszámítógéppel az a baj, hogy ez tényleg egy számítógép. Tehát betáplálunk bemeneti adatokat, és akkor kiköp valamit. De ha nem ismeri a bemeneti adatokat, nem tudja kiköpni a valamit.
Tehát például ő nem ismeri a jövőt. A szívem ismeri a jövőt. Ugye? Saint-Exupéry. Jól csak a szívével lát az ember. Tényleg ez van. Na most vagy elkezdünk a szívünkre hallgatni, ennek elég súlyos ára van, azért hadd mondjam el. Ezt saját magamon is tapasztaltam. Tehát ennek súlyos ára van, és az első lépcső az mindig egy káosz lesz. De utána a káoszból, nem kell félni a káosztól. Káoszból mindig letisztul egy rend, mindig kialakul egy rend. És az már egy tiszta rend lesz. A magnak, annak a baráti társaságnak, aminek a tagja vagyok, az a jelmondata, az az adivers, hogy akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos dolog az életben. Ha nem merünk, akkor viszont van egy másik, ami nem vers, hogy gyáva népnek nincs hazája. Hát lassan eljött az idő, hogy el kell dönteni. Ugye erre mondja Csontváry, hogy vagy erőnket megújítva hunok leszünk újra, vagy hontalanok. Na, tehát tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, illetve annyit, hogy megvárom az összes bejövő SMS-t. Annyit szerettem volna elmondani, hogy ebbe a változásban nagyon-nagyon sokat segít a Föld, a Földanya. Tehát az a bajunk, hogy ugye tehát ez a légy középen, ugye? Ez egy nagyon fontos tudás. Ez a légy középen ez annyit jelent, hogy a lent és a fent közt légy középen. Ez azt jelenti, hogy ne szállj el. Tehát ne menj bele ebbe a Reiki Suzuki Kawasaki, nekem már az utolsó reinkarnáció, meg. Tehát ez ugye, meg Jézus ezt üzeni, meg Szűz Mária, amikor a múlt héten a Szűz Máriával SMS-eztem, tehát ebbe nem menj bele. Tehát maradj meg a Föld és az ég közt félúton. Oda teremtődtél, és nem véletlenül. Tehát az ember az egy fa. Van a koronája. A koronája az égben nyúlik. Ez a szelleme. Van a gyökere. A gyökere a Földben nyúlik. És azt az erdészek nagyon jól tudják, hogy pontos akkorára növekedhet a korona, amekkorára a gyökérzet növekszik. Tehát ezért dőlnek ki ma egész erdők, mert csemetéről ültetjük őket, elvágva a főgyökereket, és soha nem lesz már olyan nagy a gyökérzete, mint kéne. Na, tehát ez nagyon fontos, hogy igen, maradjon meg a Földdel a kapcsolatunk. Semmilyen kapcsolatunk nincs meg a Földdel, még annyi se, hogy mezitláb járjuk. És ezeket meg kell csinálni. A másik az az, hogy ugye a jobb oldal az a férfi oldal, a bal oldal a női oldal. Itt is állják középre. Tehát ma a férfi oldal irányába ment el a világ. Már a nők is, ugye a teknőkaparó jóslatban, ez egy Szeged környéki ember volt, aki ezt a jóslatot tett, ez nagyon bejött eddig, és ugye elmondja, hogy mikor lesz vége a világnak. És akkor nem akarom végig sorolni, de az egyik kritérium az az, hogy amikor majd a nők is nadrágot hordanak, amikor vasmadarak repülnek az égen, és amikor egy házon több kémény lesz, azaz szétmennek a családok. Na, tehát ez nagyon fontos, hogy a nő az újra legyen nő, a férfi az újra legyen férfi. És csak emlékezzünk vissza, ugye Jézus mondja, hogy váljatok újra gyermekké. Nézzük már meg, hogy mit csináltunk gyerekkorunkban. Tehát a lányok, azok rajzolták ezt a gyönyörű két valamit. Itt volt a hajának a sátra, itt volt a szoknyának a sátra. Ugye, és itt volt, ide rajzolták a világot, a virágot, hogy az a feladatuk, hogy világot adjanak, életet adjanak, világokat hozzanak létre. Ugye, ez a női feladat. Férfiak, fiúcskák, mit rajzoltunk? Hát ugye rajzoltuk magunkat a lovon, huszárcsákóval, és mentünk kiszabadítani a sárkány fogságába. Figyeljétek meg, a sárkány fogságába esett királylány. Ma minden királylány a sárkány fogságában, úgyhogy férfiak, kaszára, kapára, föl a lóra, azt. Na, én csak azt szeretném mondani, hogy próbáljuk megtalálni azt a gyermeket, aki ezt rajzolta valaha. Mert ma is bennünk van, és ma is ő az igazi gyermek. És hát ehhez kell
ehhez kellenek bizonyos tudások, bizonyos gyakorlati dolgok. Mennyi idő van bele? Menjek? Tudogatja, hogy menj, tehát kazettájában. Nyugodtan, akinek elég volt, az nyugodtan majd menjen el közben, nem vagyok egy sértődős típus. Akkor egy pár gyakorlati tudnivalót el szeretnék mondani. Az első az a ne ölj parancs. Ne ölj. Ugye ezt azt hiszik, hogy ez csak a többi emberre vonatkozik, minden élőlényre vonatkozik. Tehát amikor én dolgomat végzem, akkor több milliárdnyi élőlény megy ki belőle. És ráadásul erre is mostában jön rá a biológia, hogy eleve előkészíti a fekáliát a szervezet a bomlásra. Tehát olyan enzimekkel együtt fogom kitolni, ami előkészíti, hogy belesimulhasson a természetbe. Nézzük meg a növényevőknek az ennivalójával semmi gond nincs. Ugye az szétszórja a mezőn, azt megvan oldva a dolog. A vegyes táplálék vagy húsevő, az viszont elkaparja. Nézzük meg a kutyát, nézzük meg a macskát, mindegyik elkaparja a produktumát. Na most ezen az elkaparáson alapul a komposzt WC. Egy rendkívül egyszerű tákolmány, megint ez a baj vele. Van egy horgányzott vagy zománcozott vödör, csak itt valaki mondta, hogy hideg a budi, azért mondom neki, ennek az ember csinál egy ilyen gyönyörű fa tároló berendezést, rak rá egy ilyen lukat, célzó lukat, és erre lehet rakni egy ilyen teljesen hagyományos fa WC ülőkét. És ez benn van a lakásban. De hát ez büdös. Nem büdös. Elmondom, hogy miért nem büdös. Azért nem büdös, mert hogyha ez egy elég magas nitrogéntartalmú valami. Ha cellulózt rakok rá, akkor azonnal szaktanná válik, mert elindul egy bomlás. Cellulóz van a fűnyesedékben, van a száraz levélben, van a faforgácsban, van a papír, rá lehet papírokat fecnizni, stb. Az a lényeg, hogy ilyenkor, amikor belecsinálok, akkor ezeket rárakom, mondjuk egy marékforgácsot. És folytatom egy hétig, egy hét után kiviszem a komposztra, a kertbe a komposztra. Na most itt megint az van, ugyanaz van, mint a falusi budiba. A falusi budival az a baj, azért büdös, egyébként én elég régóta járok Erdélyben, még abban az időszakban kezdtem el járni, amikor nem volt budipapír falu. És egyszerűen kukoricacsutkával, meg ilyenekkel törölték a fenekügyet. Rögt rajta, de ugyanez van az érdesített WC papírral, mert ugyanezt próbálják előállítani, amire egy kukoricacsutka képes. Na mindegy, elég az hozzá, ezt rátette, rádobta ugye az ember a budira, és az ugyanúgy megkapta a nitrogén tartalmát, és nem volt büdös. Tehát csak a mai budik büdösek. Azért büdösek, mert a szén-nitrogén arányuk nem megfelelő. Tehát bármi olyat rátesz az ember, amiben cellulóz van, tehát ezért van az, hogyha forgáccsal leforgácsolja az ember a falusi budit, az se lesz büdös. Csak ezt ma már nem tudják az emberek. Na most pusztán egy ilyen egyszerű tákolmánnyal meg fogom spórolni gyakorlatilag az egyharmad vízfogyasztásomat, és azon kívül egy csomó életnek helyt fogok adni. Csomó életnek helyt adok. Mi lesz még? Ennek is van mellékhatása. Mellékhatása az lesz, hogy nem lesz szennyvízem. De és a fürdővíz és a mosogató víz az nem szennyvíz. Azt az ember kirakja pár napra napozni, tehát meg kell nézni az ember egy labor, akár egy mosogató vízes lavort vigyen ki, tegye ki a napra, és két-három nap múlva teljesen le fog tisztulni. Az alján lesz egy ilyen lebegő szürke valami, és a többi víz az teljesen tiszta lesz. Azzal lehet akár öntözni, akármi. Tehát amíg az ember nem szarik bele az ivóvizébe, nincs szennyvíz. Most gondoljuk már, hogy mit mondanánk, hogyha egy benszülött beleszarna az ivóvizébe, ugye? Hogy milyen műveletlen bunkó valami. Mi naponta megteszik. Zokszó nélkül. Az egyre fogyó vízkészleteinkkel. Tehát nagyon fontos, hogy az a szennyvíz, az már nem szennyvíz. Tehát amiben nincs fekália, az úgynevezett szürke víz, az egy pillanat alatt tisztítható. Kell neki egy kis kerti tavat csinálni, és a kerti tóba akár valami növényeket is bele lehet rakni, de nem a növény a lényeg. Ez is egy rossz tudás, ez a gyökérzónás tisztítás. Nem a gyökérzóna tisztít, hanem a nap tisztít. Na most mit lehet még csinálni? Ami még fontosabb lenne, ha már az életnél tartunk, ugye mindenkinek van egy legalább 100 méteres tetőfelülete. Össze kéne szedni a vizet. Miért kell összeszedni a vizet?
Azért kell összeszedni a vizet, mert amiket iszunk, azok nem vizek. Tehát az ásványvíz, a mindenféle gyümölcslevek, a kóla, egyebek, ezek nem élő vizek. Tehát mi a víz szerepe a szervezetben? Az, hogy mindent szállítson, és egy hihetetlen erős oldószer. Na de ha iszunk egy ilyen spring, jó, ez mondjuk hargita, tehát, de ami a lényeg, hogy ez is tele van ásványanyagokkal, nem tud oldani. Tehát egy olyan oldószert iszunk, ami már telített. Tehát magyarul ehelyett esővizet kéne inni. Mint ahogy az állatok meg is teszik, majd figyeljük meg, nekem van 5 lovam, van egy csomó disztom, birkám, amíg pocsolyát találnak, nem isznak a vájukból. Na most az a helyzet, hogy az embernek is ezt kéne csinálni. Tehát például, amikor rákos betegeket gyógyítunk, akkor ilyen vízzel itatjuk őket, esővízzel. De hát az piszkos. Hogy lenne már piszkos? Hát azt lélegzed be. Ugyanazt lélegezzük be. Egyébként, ha valakit zavar, akkor hagyja egy kicsit leülepedni, mert azért mindegyikben van egy kis korom ez a zavaz, és akkor úgy igya. Ez egy elég ízetlen valami, mert ugye majdnem desztillált víz, ez tulajdonképpen egy energizált desztillált víz. Tehát P-víz, Q-víz, mindent el lehet róla mondani. És ha ezt egy picit megsózzuk, akkor lesz még jó íze is. Ezt kéne inni. Hogy lehet ezt összegyűjteni? Tetőről kell összegyűjteni. Van egy nagyon egyszerű szerfélet, ezt bárhol lehet kapni 1000 forintért, ez úgynevezett vízlopó, egy ekkora eres csatorna darab, kifordítható a belseje, és már adja is a vizet. Hogy tároljuk az esővizet? Ugye esővizet csinálunk egy mesterséges barlangot. A barlangban 1000 éveken keresztül tárolódik a víz. Tehát csinálunk, akár leásunk egy köbös műanyag tortát, belerakunk egy kis mészkövet, ugye ez nagyon fontos, és belengedjük a vizet. És már is az idők végeztéig eláll, mert föld alatt van, nincs hőingadozás és nincs napfény. Tehát nincsen algásodás. Ennyi a megoldás. Megint mi a baj vele? Ingyen van. És mészkő miért kell? Mészkő azért kell, hogy barlangi feltételeket csináljál. Tehát egy kicsit a pH-be kell állítani a víznek. Tehát sokkal kell, ha a mészkővet raksz bele, akkor nem fog elalgásodni. Na most ilyen egyszerű dolgokat szeretnék még egy párat mondani, mindegyik az életen fog alapulni. Tehát komposztfűtés. Tehát mindenki látta már, hogy van egy trágyadomb, és az gőzölög egész télen, ugye? Mert a belsejében ilyen 50 fok felett, 50-70 fokos hőmérsékleten egy komposztálódás jön létre. Na most ezt a hőt, ezt ki lehet vonni onnan. Következő, kell csinálni egy gödröt, most nem trágyára mondom, hanem az úgynevezett bozott komposztra. Tehát bozott komposzt bármiféle nyesedék, tehát szalma, széna, kerti hulladék, fa darabkák, tehát akár bozótvágás. Csinálunk belőle egy halmot, ez kb. 10 köbméter, tehát ez alatt nem nagyon érdemes vele kísérletezni, mert nem indul be. Meglocsoljuk vízzel, elárasztjuk vízzel, majd leszivattyúzzuk róla, vagy leengedjük róla a vizet. Körülbelül egy hétig van így. Átjárják a gombát, és elindul benne ez a melegedési folyamat. És innentől kezdve egyszerűen egy padlófűtés csővel, egy 100 méteres padlófűtés csővel, aminek 30-50 forint métere, ki tudom hozni belőle ezt a hőt. Ezzel a hővel vagy valami melléképületet fűtök, vagy megvan belőle a melegvizem oldva, vagy fűteni tudok padlófűtéssel, vagy ami még jobb, mert nem zavarja össze az energiákat, a háznak az északi falára szépen fölcsövezem, azt elé rakok egy gipszkartont, azt áldás békesség, és az ott szépen keringeti nekem a meleget. Mi a jó ebbe? Megint csak az, hogy az életet nem elégetem. Nem elégetem a fűtőanyagot, hanem hagyom dolgozni az életet. A bosszú az úgy néz ki, hogy körülbelül 10-szer annyi energiát kapok belőle, mint hogyha elégettem volna. Ez elég durva. Ez elég jelentős mond a fizikának látszólag. Ugye? Azért, mert hát ebből nem kaphatnék több energiát, mint hogyha elégettem. Ugye? Tehát az a maximális energia, ami kinyerhető belőle. Igen ám, de ez
zárt rendszerre igaz. Tehát minden termodinamikai tétel zárt rendszerre igaz, de abban a pillanatban, hogy az élet belép, nem zárt a rendszer. Ezt nem értik meg az emberek, ezért nem értik, hogy hogy lehet az, hogy egy marék rizssel egy kínai egész nap elkapál. Egy marék rizsbe elégetem annyi energia, hogy egy téglát innentől idáig föl tudok kemelni. És egész nap elkapál egy marék rizssel. Pontosan azért, mert élet. Élet. Az élet teljesen más elvek alapján működik. Tehát például, hogyha egy ilyen komposztkazán csinálok, akkor megint csak az életet szolgálom, és utána ezt a komposzt, ami egy élő anyag, tele van gombával, mikroorganizmusokkal, ezt kihordom a földre. És a talajt fogja, gyönyörű talajt csinál nekem a kertben. Tehát ezzel a 10 köbméterrel gyakorlatilag egy évig ki tudok trágyázni egy ilyen átlag régi, ilyen 6-800 négyszögüles kertet. És mindenben ez van, hogy az életet kell választani, gyógyító anyagok, megint élő anyagokat kell választani, mindenben az életet, mert az élet él és élni akar. És ha az életet szolgáljuk, az élet minket fog szolgálni. Ha élet ellen élünk, akkor az élet is mi ellenünk fog élni. Ilyen egyszerű az élet. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet, és kérdéseket bármiféle ilyen gyakorlati dologgal kapcsolatban szívesen. Kérdések. Kérdezem. Neked van ugye elég nagy területed, ott a valamelyik növényt ugye locsolni kell, mert ezért te területed is egy homokos. Igen. Locsolod, vagy valami más megoldást találsz? Na most itt megint egy, igen, tehát ez egy jó kérdés, jó, locsolás. Tehát ugye ma mi a baj a locsolása? Ugyanaz, mint amikor mi ilyen vizeket iszunk, tehát mondjuk artézi vizeket, meg egyébeket. Tehát két rendszer van a természetben, az emberben is két rendszer van. Az egyik az a verőereknek a rendszere, az a dolga, hogy minden egyes sejthez vigyen oda mindent, ami friss. Oxigént, hormonokat, minden vacskot. És van egy másik rendszer, aminek meg az a feladata, hogy a sejtektől begyűjtse, és elvigyen minden olyat, ami már használt, ami már nem kell. Ez pedig a vízereknek a rendszere. Na, a földi vízhálózat, a felszíni vízhálózat, az vajon melyik? A verőér vagy a vízér? Vízér. Honnan tudjuk, hogy a vízér? Összeszedél. Hát, hogy lefele folyik, így van. Így van. Tehát ez a lényeg, hogy ez már viszi el azt, ami mérgezett. Na most, ha én ezzel fogok locsolni, már pedig az összes ókori civilizáció ezt csinálta, akkor első lépcsőbe elmérgezem a talajt, ez a szikesedés. Tehát a szikesedés, amikor a méreg a talaj felszínén kivirágzik, kikristályosodik ki, mert annyira elmérgezte, hogy már nem bírja talajba tartani magát. Ez megöli, mindenféle élőlényt megöl, tehát a szikeseken alig van élet. Törökország, nagyon sok, vagy az ember elmegy mi a fenébe, Mezopotámia, tele van ilyenekkel. Na most ez az első lépcső, megszűnik az élet, megszűnik a növényzet, ami megköse, és elhordja a szél. Így keletkezik a sivatag. A termőréteget elhordja a szél, és kész, vége. Na most, ráadásul ugye, miután ezek feljebb vannak ezek a területek, állandóan itt van a Nílus, vagy teljesen az Eufrátesz, és állandóan ilyen vízkerekeket kellett hajtani. Ezt vagy emberek hajtották, vagy állatok. De nem erre született egyik se. Na most, hogy csinálta meg ezt a buta magyar paraszt? Ki nem volt ilyen elő-hátul doktor, hogy ilyen vízgépeket építsen. Egyszer a következőt csinálta meg. Tehát a friss, odavívő valami, az ugye a csapadék, az a harmat, az a pára. Tehát ezek vannak. Na most, a buta paraszt az a következőt csinálta, gyönyörűen látszik tolnába. Tehát vannak nagy széles völgyek, itt vannak ma a mezőgazdasági termények, de régen nem itt voltak, itt hatalmas tórendszerek voltak a völgy alján. Itt voltak a fensíkok, és a fensík széle ez a mai napig látszik, és nem is értettem, mintha borotvával levágták volna. Le vannak vágva egyszerűen, ilyen löszfalak
kísérik végig a völgyeket, Bonyhád környékén, hogy bárhol elmegy az ember, és pont egy bonyhádi tanárember, a Tóth József jött rá, ő írt ebből egy könyvet, hogy épített pályák Magyarországon. Ez azért feltűnő, mert ez egy féllábú ember. Amire öt magyar földrajz tanszék nem jött rá, az Dódi bácsi, a féllábú tanárember, aki gépész ráadásul, az rájött. Tehát ennyit a tudományról. De nem is ezt akarom mondani, hogy működött ez a rendszer. Úgyhogy itt mesterséges tavak voltak végig a völgyeken, mint egy gyöngysor. De olyannyira, hogy a Drávafoktól Siófokig több mint 5000 ilyen tó volt. Elképesztő mennyiségben volt. Itt voltak a növények, itt voltak a legelők, és itt voltak az állatok. Miért voltak ott a legelők? Mert ez a pulzálás, ugye kiárad vissza, ugye mindig a füvet zölden tartotta. Itt voltak a szántóföldi kultúrák, a fák és a települések. Ezért van az, ugye, hogy a török előtt mindig dombtetőn voltak az épületek, török után mindig a völgyben, mert már akkor nem ismerték ezt a fajta működését a természetnek. Hogy működik? Úgy működik, hogy itt fölmelegszik a nappal fölmelegszik, éjszaka elkezd párlogni, és hova fog lecsapódni? Hát arra a fennsíkra, ami előbb fog leülni. Tehát magyarul állandóan volt harmat, állandóan volt harmat. És a harmat az az élővíz volt. Tehát nem halott vízzel öntöztek, mint a hülye egyiptomiak. Ugye már az ókori egyiptomiak is, és már hűítenek is minket vele. Hanem normálisan, ahogy a természet diktálta, úgy csinálták. Hát a nagyszüleim még tudták, hogy esővízzel kell öntözni. Mert ez a jó. Tehát ilyen egyszerű. Tehát az öntözést leginkább így kéne megoldani. De a legjobb mindig az, hogyha nem veszítjük el a vizet. Tehát ma azért vesztünk ennyi vizet, mert egyszerűen mesztelenek a földjeink. Tehát a földanya bőre a talajok. Ha én ezt minden évben lekaparom ilyen nagy döggépekkel, felszántom, akkor állandóan száraz lesz, és állandóan varas lesz a bőre. Mi lesz a varrasodás? Elindulnak a gyomnövények. Tehát például a parlagfű. Elindul és megpróbálja ezt a lekapart bőrt állandóan visszavarrasítani. Tehát gyakorlatilag én megpróbáltam tavaly, nem nagy sikerrel, de az ember amíg él, addig próbálkozik, tehát ez a takarásos gazdálkodás. Tehát magyarul bármiféle rohadt szalmával, rothadó falemelekkel, stb. Ezt rá kell hordani a földre. Tehát itt van a föld, ráhordja az ember ezt. Ezt lehetőleg még ősszel kell csinálni. És akkor egész télen a giliszták elkezdik lehordani ezeket a faleveleket. Ez nagyon érdekes. És egy olyan porhanyós talaj lesz alatta, hogy hihetetlen. És nem kell kapályok, nem kell valamit csinálni. Egyszerre itt csinálok ilyen kis fészkeket az ültetendő növényeknek, és ott beleültetem. És nem megy el a pára, ami a legfontosabb. Tehát nem szárad ki a föld. Ugyanez van az erdőben, ugye ez a talajosodás van. Tehát egyszerűen nyitott szemmel ki. Az a baj, hogy mindig valamilyen hülyére hallgatunk. Tehát azt tesszük, amit a hülye mond. Úgy szülünk, ahogy a másik hülye mond. Úgy mezőgazdálkodunk, amit a harmadik hülye mond. Lassan el kéne kezdeni a saját fejünk után menni. Mert egyáltalán nem biztos, hogy nagyon hülyeségeket csinálnak. És ott van előttünk a természet, csak ki kéne nézni a fejünkből és azt követni. És mindenben, a gyógyításban is ez van. Hát én annak idején karamboloztam egy elég tisztességeset, ugye hát ott is működött az orvostudomány, mert mondták, hogy egész életemben nyomorék leszek, mert ilyen misztikbe ment a térdem, tehát ilyen puzzle-szerű lett belőle. És akkor az a lényeg, hogy baromi sokáig kellett feküdjek. És a mai napig nem tudom úgy használni a lábamat, mint ahogy régen. Na most utána pár évvel átmentem a kutyámon véletlenül teherautóval. Úgyhogy volt még fönn egy olyan jó 15 mázsa kukorica a kis teherautón, és ott szerencsétlenkedett egy ekkora kutya, még Erdélyből csempésztük, és az asszony az teljesen oda volt meg vissza, hogy hát kész, vége, elpusztulott, bőgött, stb. Mondta, hogy nem fogod elpusztulni. És tényleg elment pár napra, hát mondta az asszony, hogy de látod, elpusztult. És egyszer csak jön vissza, három lábon micegve. De az egész kutyán átmentem, tehát én nem is értem, hogy úszhatta meg. És ami a lényeg,
hogy a fájdalom az pont arra van, hogy kikorlátozza a dolgokat. Tehát magyarul, ha csak annyit csinálnánk, mint az öregek, hogy tényleg raknak oda egy pár napig egy lézdarabot, hogy ne mozduljon el, ugye jött a csontkovács, helyre rakta, lézdarab bekötözte, és egy hét múlva szedik le, és már saját lábán biceg, az lenne a megoldás. Tehát mindenben az a megoldás, amit a természetben látok. Azért van ennyi baj a töréseinkkel, mert az orvos nem mer kockáztatni, azért hónapok gipszbe van. Már bele rohadok a gipszbe, de még akkor is gipszbe van. Pedig a csontszövet az erősebbre forra, amikor törik, mint amilyen előtte volt. Mert a szervezet az úgy értékeli ki ezt a dolgot, hogy hát gyenge volt a lábam. Tehát erősebbre építem. Tehát tök egyszerű gyógyítások vannak, tök egyszerű gazdálkodási módok vannak, minden tök egyszerű, csak el kéne kezdenünk gondolkodni. Tehát nem elfogadni az előre csúcsált dolgokat semmibe, se amit a történelmünkről mondanak, se amit a nyelvünkről mondanak, pláne nem azt, amit a gyerekeink neveléséről mondanak, mert ez a legveszélyesebb hibás tudás. És az a borzalmas, hogy ez a hibás tudás, az egész életünk arról szól, hogy bekerülünk, ugye most 3 éves kortól lesz kötelező oktatás. Eddig csak 6 éves kortól hűítettek minket, 3 éves kortól, ezért mondom, hogy nincs értelme ennek a Fidesz maszok vitának. Nincs értelme. És ennek lesz az a következménye, hogy még több hibás tudás kerül belénk. És ha ezt nem kezdjük el leállítani, és nem kezdünk el odafigyelni, teljesen mindegy, hogy katedráról mondja, akadémiáról mondja, tévéből mondja, figyeljen oda az ember, hogy mit mond. Tegye föl mindenki a mutatóját, most azonnal. Tegye föl mindenki a mutatóját. Tegye föl mindenki a mutatóját. Három kötelező oktatást mondtam. Tanárul azt mondtam, katedráról, parancsérdőről így van. Tehát erre nagyon mert ez a helyzet, ez a valóság. Ez most egy valóság show, ez van velünk. És nagyon oda kell figyelni, és nem, tehát el kell kezdeni eltávolodni ezektől a forrásoktól. Tehát a média, meg az ilyen családi egészségügyi ABC, meg egyébek, ez a Sky Channel, Super Channel, Felej Channel. Tehát ezeket el kéne egy életre temetni, és el kéne kezdeni egyrészt az öregekkel beszélni sokat. Tehát egy csomó olyan öreg van, aki már csak arra vár, hogy valakinek átadhassa a tudását. Ezért nem tud meghalni, ezért nem tud elmenni. És összeszedni ezeket a dolgokat, hogy is volt, hogy volt a szülésnél, mit adtak neki, mivel csinált ez, hogy kalapálta ki, mit rakott bele, mitől nem ment tönkre, milyen tartósító volt benne, ezek nagyon fontos dolgok. Hát mindent tudunk a Hold krátereiről, de nem bírunk egy lekvárt elrakni. Csak mindenféle mérgekkel. És ezeket kell elkezdeni újra. És egy nagyon fontos van, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ne a félelem irányítson minket. Nem kell félni. Félelem benne van a nevében, mindig az ismeretlentől félünk. Nem kell félni, sokkal jobb lesz ennél. Egyébként most őszintén lehet ettől rosszabb? Hát akkor meg mitől félünk? Kérdés. Akár egészségügyel kapcsolatban. Bátorság testvérem, bátorság. És a víztartályba a faszénet érdemes tenni, mert... Nem. Nem? Nem, a faszén, tehát... Na, faszén az egy csodaszer egyébként, tehát hihetetlen, mindenféle méregtenyítésre alkalmas, de nem így kell használni, hogy belerakom, hanem már amikor a vizet szedem föl, akkor érdemes két dolgot csinálni. Az egyik, amit régen csináltak, a folyó mentén élő emberek, úgynevezett csepegőkő volt, ez egy daráskőből, daráskövet ismerjük, ugye egy édesvízi mészkő, tehát ilyen nagyon lyukacsos mészkő, régen házalapokra használták minden. Na most egy ilyenből kiváltak egy ilyen kúpot, de én láttam akkora kúpot, mint én magam a Duna Deltában egy iskolát látott el vízzel, egy ekkora kúp volt. Ebbe beleraknak a belsejébe vizet, és az szépen átcsurog. Mondjuk fél nap alatt. És ami átcsurog, az letisztult, meg egy csomó minden kémiailag is kiszűr belőle a mészkő, meg megtört. Na most ebbe raktak, ennek az aljára raktak szenet. Tehát szenet érdemes szűrésre használni. Az megint más kérdés, hogyha az ember szenet akar, mostanában általában csontszeneket csinálnak, mert ez kényelmes.
és csináljon magának házi szenet. A házi szén legegyszerűbb előállítása az ember kenyeret süt, és a kemencébe, ugye amikor kikotorja, akkor marad egy csomó szén. Nagyon sok mérget ki tud. A zöldújságban van egy sorozatunk, tehát oda szoktunk írogatni, és abba elő kell keresni a régi számokat, ott volt egy ilyen szenes gyógyítás. Van-e kérdés gyógyítással kapcsolatban? Mindenki egészséges? Kérdezzenek nyugodtan. Azt a komposztálót le kell fedni valamivel, azt a nagy ködröt? Ezt inkább hőszigetelni kell, hogy ne menjen el a hő. Tehát itt ugye mindenképpen tófóliából, vagy nylonból, vagy valamiből kell csinálni, hát ugye normális esetben ezt agyagoznánk, és itt pedig ilyen szalmabálákat szoktak, kockabálákat átenni, hogy ne menjen el a hő. És ez nem gyullad be? Hát olyan magas hőmérséklete nem lesz, de azért ilyen 70 fokos lesz, tehát ez... Több mint egy évig adja a meleget, ez a röveg. Ezért mondom, hogy most 10 köbméter fával mit fűtenénk ki? Még egy fél telet kiúznánk, vagy egy harmad telet, és ez több mint egy évig adja, úgyhogy még nyáron lesz még meleg vize is az embernek. Parancsolj! Én csak ehhez egy kis plusz információt adnék, hogy akit az érdekel, az Dr. Ország Józsefnek a munkásságában mélyedjen el. Mert van egy ilyen forma, publikált erről nagyon sokat. Hogy vízönellátó. Itt kell rákeresni, magyarul is megvan minden. Hát ő is a magnak a tagja, hál' Istennek, egy Belgiumban élő professzor. És nem csak erről, nagyon sok okos dolgot és gyakorlati dolgot lehet a honlapjáról szedni. Például egy méretezett komposztvécé is van a honlapjáról, úgyhogy mindenki magának szépen fogja azt a másnak, hogy a bútorlapból megcsinálja. Ország Jóskáról annyit, hogy ő, már nem tudom, talán Kongóban volt egy egyetemnek a, igen, belga Kongóban, hát Belgiumban él, Kongóban volt egy egyetemnek a rektora, na most ott nem nagyon elméletezgettek az emberek, mert ugye az egyetem arról szólt, hogy adjál a benszülötteknek vizet, adjál a benszülötteknek, mit tudja, old meg a csatornázást, stb. Tehát az egy sokkal gyakorlati egyetem volt, és ő biokémiát, tehát ebben mindenben benne van a biokémia. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgokat ír. Van-e még kérdés? Egészség... Ja, még egyet szerettem volna elmondani. Ha nem kérdeznek, akkor ez a vége. Tehát most jön a böjt. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mindenki tisztítsa meg magát. Tehát már vegyük észre, hogy túléltük. Túléltük. Tehát túléltük ezt az alvó állapot. Tehát a magyar az annyit jelent, hogy magerő. Tehát most az álomnak vége van. Tehát most tényleg a feltámadás van itt, de minden egyes ember, állat, növény a feltámadás előtt meg kell tisztuljon. Tehát ez évente bekövetkezik, ugye ez a böjti szakasz, amikor ugye még a sötétség energiái, meg a sok lerakódott macishajt, meg párizsi otrolat a belünkbe, és akkor utána ettől meg kell tisztulni, de mindenben, tehát test, lélek, szellem szintjén meg kell tisztulni. Testileg így kéne böjtöt csinálni, ahogy mondtam. Tehát ne vigyünk be táplálékot, ez nagyon fontos. Ha nem viszünk be táplálékot, akkor ugye a másik energiarendszerünknek kell sokkal jobban működnie. Tehát a csakrákon keresztül kapjuk az energiát, és az fog jobban működni, és mint egy nagy nyomású slaggal így egyszerűen kimosódik az egész. Tehát, tehát legalább bírjuk ki egy három napot, de inkább egy hetet, hogy ne együnk. Csináljuk ezt az almaecet plusz méz dolgot. Csináljuk. Ez milyen arány? Hát 45 fokos szögbe keverni. Ez a lényege a magyar népi gyógyászatnak, hogy ízlés szerint. Ez rendkívül fontos. Tehát mindent így csinálunk. Ezért van, hogy mi úgy gyógyítunk, hogy személyre szabottan a beteg kap egy húslevest. Hogy érzi az ember? Igen, és az ízekre marhára kell figyelni. Tehát azt hiszi az ember, hogy hát eltűnnek az ízek, de hát az Istenem. Most az íz az a léleknek az ősi szavunk a lélekre. Tehát a gyümölcs íz az azt jelenti, hogy a gyümölcsnek a lelke. Az ízek tengere azt pedig úgy hívtuk, hogy Isten vagy Isten. Tehát ez nem játék. Ha eltűnnek a lényegi dolgok az életünkből, eltűnnek az ízek, az nagyon nem játék. Tehát erre oda kell figyelni.
Mibe kezdtem bele? Almaecet. Tehát almaecet néz, igen. Akkor ezek a kovászos, tehát savanyú, savanyú káposztalé, mint ahogy az öregeink is ezt itták, ez nagyon fontos. A víz, mint tisztítószer és mint oldószer, ez nagyon fontos. Tehát megvan a kúránk alapja. Ezt a hármat csináljuk, illetve még egyet csináljuk. A sztrókok meg egyéb ilyen vérrögös dolgok amiatt keletkeznek, mert ugye az előregedett sejteket nem tudja elvinni a vér, és oda lerakódnak ilyen mindenféle plakkok. Miért nem tudja elvinni a vér? Mert nincs benne elég sósav. Miért nincs benne elég sósav? Mert nem eszünk sót. Mert megint beszoktuk ezt a hülyeséget, hogy sómentes táplálkozás. Hogy szeretsz, édes lányom, ugye? Mesébe, mint a sót, édesapám. Baromi fontos dolog. Só egyébként nem véletlenül nyomatják ezt a ne egyél sót. Tudjuk-e, hogy a só mire hat a leginkább? A gondolkodásunkra. Nem lehet só nélkül gondolkodni. De ez látszik is a világon, ez a sószegény táplálkozás, hál' Istennek. Na, tehát ami nagyon fontos, hogy étkezés után egy fél órával, ezt már kezdhetjük egyébként, tehát erre nem kell bőtig várni, fél órával egy csipetnyi sót tegyünk a nyelvünk alá. És abból sósav fog keletkezni, és a sósav az szépen kifogja a vérünket, az ereinket pucolni, jó? Tehát elviszi az elhalt sejteket. De akkor nem a józazott só. Hát az az igazság, hogy minél drágább valami, annál rosszabb. Tehát két alapszabály van a világban. Az egyik, mindennek csináld az ellenkezőjét, mint amit a szakértő mond. Ez az egyik. A másik, minél olcsóbb dolgokat válasszál, azokat nincs benne annyi pénz, hogy lehessen manipulálni. Akkor a húzszórósó lenne a legjobb. Erről van szó. Mi azt veszünk parajdról, nem húzszóró, hanem mi ilyen ipari sót veszünk, tehát amit ipari élelmiszeriparban használnak. Mi azt veszik, jön egy terautó, lerakják, 60 forintért hozzák oda. Mondjuk nagy mennyiségbe tenni, hogy veszünk egy kaminyót, de szépen elhordják tőlünk, mert nem bontunk sót, tehát az 50 kilós zsákokban, és pont azért, hogy figyelj, só kell, építs egy közösséget magadnak. Rájöttök össze öten, vegyétek meg. Ez nyíltatlan izétre, 3000 forint egy zsák só. Na mindegy, tehát ami nagyon fontos, hogy körülbelül így kéne kinézni egy testi tisztító kurának, illetve még egyre kell odafigyelni, hogy ha az ember megtisztult, utána próbáljon csak élőt enni. Tehát nagyon kéne vigyázni az ilyen párizsi maci sajt, tehát ez ennél egyszerűbb, ha az ember rögtön arzént vesz, mert olcsóbb meg. Jó? Tehát gondoljuk el, hogy ja, még valamit, akinek a belével van valami, nagyon sok embernek van baj a belével, miért? Mert itt vannak a bélbolyhok, ez egy hihetetlen nagy felületű rendszer az ember belébe, és itt van a párizsi, itt van a maci sajt, itt a izé, és a végén ez a sok belerohadt szartól, tényleg szartól, így próbálnak fuldokolni, és ki valamit még emészgetni, de ez nem megy. Na most erre vagy beöntést csinál az ember, úgyhogy én ezt nem szeretem, mert még szűz vagyok, úgyhogy én agyaggal szoktam tisztítani, agyag, jó? Tehát pár kanál agyagot az ember felkever, akár ilyen tejfelszerűen, és akkor szépen eszeget, és az mint egy suruló por szépen ki viszi a belejéből a szutykákot, és abból egy csomó anyagot fel is vesz a szervezet, amire szüksége van. Nem kell itt mágiázni, hogy azért, ha valakinek ilyen luxusgyógyítás kell, az elmegy a milyen fenne művészellátóba is vesz ilyen izé agyagot, amiből agyagoznak a gyerekek, akinek nem az, megkeresi a kertjébe, félretolja a kutyaszart, és már ismeri. Tehát ez van az élelmiszerre, tehát ennyi volt a testi, tehát ha ezt megcsináljuk, garantálom, hogy tökéletesen egészségesek lesznek, vérnyomásra, mindenre, lelki. Nagyon fontos, ugyanez van velünk, maci sajt, stb. Tehát a 1000 éve az anyósom azt mondta, hogy ez a kurva gyerek meg nem, mert nem hálálja meg azt, amit már rég meghálált nekem ugye a saját szülőm típusú valami, tehát tele vagyunk ilyen lelki szemetekkel, ezt is ki kell tenni. Meg kell húzni a vonalat, és azt mondani, hogy innentől megbékélek. Ugye azt mondja a keleti, hogy úgy élj, mintha minden nap az utolsó napod lenne. Csak nem mondja, hogy miért éljünk, mert akkor már nem termelsz új karmát magadnak, a régieket
valahogy elbogozott, hát ugye az öregeinknek nem az volt a nagy nünükéje, hogy én szeretnék sokáig élni. Öregeinknek egy nünükéje volt, hogy tudjam a halálom pillanatát. Érdemes öregekkel elbeszélgetni. Mert ha tudom, akkor még kibékülök, akivel ki kell békülni, megteszem, amit még meg kell tenni. Tehát egy ilyet kéne húzni magunkba, hogy innentől kezdve ezeket elkezdem, mint egy húsvéttól kezdve, vagy húsvétig, kibékülök, akivel ki kell. Régen egyébként karácsony előtt csinálták ezt az emberek, tehát karácsonykor mindenki mindenkivel megbékélt. Tehát ez a lelki része, és hát a szellemi része, hát az erről beszéltem egész este, tehát a hibás tudásokat el kell kezdeni kigyomlálni. Egyébként érzi az ember ösztönösen, hogy mi a hibás tudás, mert mi is itt a lelke, amikor azt mondják, hogy mi finnugor, bogyógyűjtő, mit tudom, és persze meg a majomtól származunk, az ember valahol belülről érzi, hogy ez nem stimmel. Csak hát a lelkünkre kell hallgatni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy hát nem sokára itt a tavasz, itt a feltámadás, és addig rakjuk rendbe magunkat. Köszönöm.